Tisztelettel köszöntök mindenkit 2019. júniusi rendes testületi ülésünk alkalmával. Megállapítom, hogy testületünk 6 fővel határozatképes. Megkérném akkor Virág képviselő urat a jegyzőkönyv hitelesítésére, aki elfogadja és egyetért vele, akkor kérem készfenyításra szavazzunk róla. Köszönöm szépen. Tehát 6 igennel a testület egyhangulag elfogadta. Napirend előtt én annyival szeretném most itt a település lakosságának figyelmét fölhívni, hogy ezelőtt pár perccel dr. Katona Piroska gyermekorvos doktornővel sikerült egyeztetnem. Jövő hét hétfőtől ő veszi át heti 9 órában a gyermekgyógyászati rendelésünket. Az első rendelési nap időpontja az biztos, hétfőn délután 15 órától 18 óráig lesz rendelés. Utána a rendelés időpontjai megállapításra és kiírásra fognak kerülni. Lényeg az, hogy megkezdődik sajtodoktornő pótlása, helyettesítése. Ezt szerettem volna napi rendelőt elmondani, úgy gondolom nagyon fontos feladat, hogy a folytonosság meglegyen a gyermekorvosi ellátásban is. Szia! Ha a polgármester is megérkezett, akkor teljes létszámmal folytatjuk, és akkor napi rendelőt most már tájékoztató a képviselőtestület lejárt határidői határozatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés között fontosabb intézkedésekről. Itt megkérném a testület tagjait, hogy nézzék meg a lejárt, illetőleg az intézkedéseimmel kapcsolatos anyagot, és amennyiben kérdésük van, akkor tegyék fel ezzel kapcsolatosan. Amennyiben nincs kérdés, képviselő urak, akkor szavazásra bocsátanám a napi rendelőti lejárt, illetve az intézkedésekről szóló határozatot. Aki elfogadja, kérem szépen készfenyításra szavazzunk róla. Tehát 7 igennel a testület egyhangulag elfogadta. Bocsánat, napi rendünkről nem szavazunk, pedig van változás a napi rendben, mégpedig a napi rendről a napirendre a bejelentések pontban a Kishegyesre induló busz költségével kapcsolatosan fölkerül egy napirend, illetőleg a jubileumi sörrel kapcsolatosan a gazdasági bizottságnak úgy tudom megszületett a döntése a nyári rendezvényre. Tehát ez is fölkerülne akkor a bejelentésekbe, illetőleg van olyan, ami le... Hát ez iskolá. Nem, végülis az marad majd utána, legfeljebb átnapoljuk. Jó, tehát ennyiben változna akkor ezzel a két napi rendel, illetőleg belső határozatoknál van egy-két belső változás, hiszen egy órától előtt a bizottságülés volt, született egy-két változtatás, de ezt a kolléganők majd ismertetni fogják a testülettel, amikor elérjük a napi renden ezt a pontot. Elfogadható-e ezzel a módosítással a napi rendünk? Aki elfogadja, kérem szavazzunk róla. Tehát 7 igennel egyhangulat elfogadtuk. És akkor első napirendként Szociális Jogi és Ügyrendi Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben végzett munkájáról. Itt átadnám a szót a bizottság elnökének, Rusz Mihály képviselő úrnak. Köszöntök én is mindenkit a mai testület ülésen. A bizottságunk június 19-én tartott ülését, melyben az alábbiakról döntött. Eseti települési támogatás 5 fő részre ítélt meg a bizottság, összesen 25 000 forint összegben. Gyermek és fiatal felnőttek támogatására 3 fő nyújtott be kérelmet, összesen 8 gyermekkel tekintettel, mert a bizottság két esetben támogatott, a támogatás összege 33.500 forint volt, egy esetben vizsgálatra vissza indítványozta a beérkezett kérelmet. Ennyiben kívántam összefoglalni a bizottság munkát, kérem a testülettel az elfogadását. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a bizottsági munkát. Van-e kérdés a bizottság munkájával kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátanám. Aki elfogadja, kérem készfenyításra szavazzunk róla. Tehát 6 igennel a testület egyhangulag elfogadta. A polgármester kiszállt a szemüvegéért, mert nélküle nem tudja az anyagot olvasni. A következő beszámoló a Békés megyei katasztrófavédelmi igazgatóság Szarvasi hivatásos tűzoltóparancsnokságának 2018. évi tevékenységéről. Itt nagy szeretettel üdvözölném Bíró Zoltán parancsnok urat, aki személyesen megtisztelt bennünket.
bizottsági ülésen is, illetőleg most a testületi ülés alkalmával is. Egy nagyon-nagyon összetett, sokoldalú színes beszámolót kaptunk a tűzoltóságtól, amit pedig megkérném most akkor parancsnok urat, hogy szóban egészítse ki, legyen szíves, hogy mely dolgok azok, amelyek kiemelten hangsúlyosak, fontosak, itt visszanézve a 18-as évre, a 19-es év szempontjából, illetőleg ugye egy-két kérdés megfogalmazódott, ami a lakosság részéről kiemelten fontos, azt pedig utána szeretném majd én megkérdezni parancsnok úrtól, hogy erre mi a megoldás. Én átadnám a szót, és kérem, hogy egészítse ki a beszámolót. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt jegyzőasszony, tisztelt képviselőtestület. 2018 évi munkáról, Szarvasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 18 évi munkájával kapcsolatos beszámolót tisztelt képviselőtestület elé terjesztettem. Azt szeretném röviden összefoglalni, illetve kiegészíteni. Egy kis kitekintéssel kezdeném, országos kitekintéssel, megyei kitekintéssel. Ugye alapvetően a beszámolónak a témája a település, tehát Békés Szent András településnek a tűzvédelme. Ehhez nem árt kicsikét kitekinteni, megvizsgálni, hogy az országban, illetve a megyénkben hogy alakultak a tűz és káresetek. Az mondható el, hogy 2018 évben országos viszonylatban mintegy 10 000 vonulással kevesebb történt az országban, amit a katasztrófa védelm egységei hajtottak végre. Ez nagyon jól leképezhető Békés megye vonulási számadataira. Itt is a tűzesetek, illetve a műszaki mentések is jóval kevesebb számban fordultak elő, mint az előző évben, tehát 2017-es esztendőben. És ez nagyon jól látszódik egyébként, ha lefelé haladunk a szervezeti egységek tekintetében, a szeghalmi katasztrófavédelmi kirendeltség, mint már helyi szerv, illetve a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnak a vonulási adatai is csökkenő tendenciát mutattak. A tűzeseteknél egyfajta stagnálást vettünk észre, vagy tapasztaltunk a Szarvasi Tűzoltóság működési területén bekövetkezett tűzesetek vonatkozásába, de a műszaki mentések azok enyhe csökkenést mutattak. Nagyjából egyébként a számadatok az előző évivel azonos mértékűek voltak, enyhe csökkenéssel. Ha Békés Szent András településnek a tűzvédelmi, a itt keletkezett káreseteknek a statisztikáit vesszük figyelembe, vagy vizsgáljuk, akkor elmondható, hogy Békés Szent András település vonatkozásában a káresetek növekedtek. Nem nagy számban szokott egyébként előfordulni Békés Szent Andráson tűzeset, illetve műszaki mentés. Ha néhánnyal megnövekszik egy évben, akkor az már százalékos arányban sokat mutat. Tehát ha 10-zel megnövekszik Békés Szent Andráson a tűzesetek száma, akkor az már 70-80%-os emelkedés mutat. Hát most ebben a évben, tehát a 2018-as esztendőben ez így volt. Azonban erre is van egyfajta magyarázat, mégpedig a tűzesetek vonatkozásában azért volt 22-23 esetben tűzeset, mert ebből több mint a fele szabadtéri tűz volt. Olyan tűzesetek, amelyek nem is a település belterületéhez köthetőek elsősorban, hanem a külterülethez, a 44-es számú út melletti száraz fű, gaz, avar, bozótosoknak a tüze volt ez, ahol ráadásul olyan esetek fordultak elő, hogy többször is vissza kellett menni mondjuk egy tűzesethez, tehát többször is ugyanazon a helyszínen kellett oltani. Tűzoltók eloltották, ismét meggyulladt. Eloltották, és ismét meggyulladt. Tehát ezek növelték az esetszámot. A tűzeseteknél ezek voltak a legjelentősebbek, az összes többi eset, azok elszórtan jelentkeztek, tehát volt vihar, az műszaki mentés, a családi házakban, épületekben, lakóépületekben fordultak elő második legtöbb számban tűzesetek, illetve az összes többi pedig egy-két eset, ami előfordult, nem jelentős tűzeset. Jelentős tűzeset egyedül Szarvason történt, ami kiemelt fontosságú, ez a Ady Endre utcán a régi bútoripari szövetkezet egyik épületét, amit most tollraktárnak használtak, egy többfunkciós telephelynek egyik épületében. Ott volt egy 4-es kiemelt riasztású tűzeset, de ez Szarvashoz köthető. Ez volt a tavalyi évnek a kiemelt eseménye a szarvasi
tűzoltók vonatkozásában. Békés-Szent Andrásra visszatérve, a műszaki mentések szintén magas számot mutattak. Több volt, mint 2017-es esztendőben, méghozzá több mint 60%-kal. A 14 műszaki mentés, ami Békés-Szent András településhez köthető, ből 9 esetben közúti baleset volt. Tehát a legnagyobb része 44-es számú közúton bekövetkezett közúti baleset. Egy esetben volt egy személynek a mentése egy aknából, egyszer volt állatmentés, egyszer volt, egy esetben pedig túlsúlyos betegnek a mozgatása. Ebben az esetben is kiszokták időnként hívni a tűzoltókat, nem csak Békés-Szent Andráson, más településeken is. Ez volt a megoszlása a különböző káreseteknek. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság ezekben a témákban, kiemelten néhány fő témában, mint például a szabadtéri tűzeseteknek a megelőzése, vagy az otthonokban keletkezett tüzeknek a megelőzése, egy országos kampányt indított, ami már tavaly előtt is ment. Tavaly évben nagyon felerősödött a kampány, idén is ugyanúgy folytatjuk ezt a kampányt. Ennek az a lényege, hogy a lakosságot próbáljuk elérni, tájékoztatni ezekben a témákban. Minden évszaknak megvan a maga tűzvédelmi kérdése. Most a nyáron például ugye a szabadtéri tüzek, illetve az aratásnak a tűzvédelme az egyik fontos téma. Ősszel kezdődik a tüzelő fűtőberendezéseknek a használata, ez egy újabb téma. Jön az adventi ünnepkör, karácsony, ez egy újabb téma, annak is megvannak a tűzvédelmi veszélyei. Minden témát próbál feldolgozni az Országos Tűzmegelőzési Bizottság, és lakossági fórumok keretében televíziós adások, rádióadások, rádióriportok, televíziós riportok keretében próbáljuk tájékoztatni, mindent megragadunk, mindent próbálunk megragadni, tűzoltóság is részt vesz aktívan ebbe a kampányban, hisz helyi szinten mi tudjuk ezt elvégezni, mi vagyunk itt jelen. A katasztrófa védelmi megbízott a közbiztonsági referensek, illetve jó magam is részt veszek ebbe a kampányban. Volt a Ne gyújtsa, gyűjtse nevezetű országos kampány, amely a hulladék kezelő non-profit ZRT és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságnak a közös kampánya volt. Ez arra volt hivatott, hogy a otthonokban keletkező hulladékokat ne elégessük az otthoni tüzelőberendezésekben, hanem szelektíven gyűjtsük. Ennek nyilván van a hulladékkezelő ZRT részéről is egyfajta üzenet, hogy szelektíven gyűjtsünk otthon kommunális szemetet, illetve van egy tűzvédelmi oldala, amit az OKF ragadott meg, ez pedig a szemét elégetésének a veszélyei, hogy mivel is jár. Hát könnyen belátható az, hogy elsősorban a tüzelőberendezések, kémények lerakódása egyfajta reális veszélyt hordoz magában, és ez magában hordozza a későbbiekben a kéménytüzek veszélyét, valamint a utóbbi időben egyre jobban előtérbe kerül, és egyre több számot mutató szénmonoxid mérgezéseknek a előfordulását. Ez nem nagy számban fordul elő, még országosan sem, a mi területünkön sem, de egyre jobban terjed, egyre több eset van. És egy eset is sok, hiszen ezek az esetek mind komoly sérülésekkel, esetenként tragédiával is végződnek. Gondoljunk arra, hogy Dévaványán az idén már megtörtént a tragédia egy családi háznál, úgyhogy nem lehet erről eleget beszélni, eleget tájékoztatni a lakosság vonatkozásában. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság így egyik kiemelt fő témája a szénmonoxid mérgezéseknek a megelőzése is, az előbb említett témákon kívül. Szeretnék még néhány gondolatot szólni arról, hogy ifjúságnevelés tekintetében elég komoly erőszefeszítéseket tesz a szarvasi hivatásos tűzoltóparancsnokság. Évek óta tartó programokat folytatunk és viszünk tovább, próbálunk tovább fejleszteni. Minden lehetőséget megragadunk arra, hogy a iskolákban megjelenjünk, az ifjúságot tájékoztassuk, megértessük velük a tűzvédelem fontosságát, a katasztrófavédelem szervezetét, hogy megismertessük, bemutassuk nekik.
lehetőséget nyitunk elsősorban a középiskolás diákok számára, hogy a katasztrófa védelemnél is megjelenjenek közösségi szolgálat tekintetében. Ezt mi felhasználjuk egyfajta tájékoztató, ismeretterjesztő, felvilágosító munkánk során is. Nagyon erős, különösen Békés-Szentandráson a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre történő felkészülés, felkészítés, illetve a versenyzés. A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola nagyon erős ebbe a témában. Minden évben komoly eredményeket érnek el. A megyei versenyt kötelezően megnyerik, az országos fordulón pedig már szinte minden helyezés előfordult, az első 10-ben. Volt már első, második, negyedik helyezett, az idei esztendőben is részt vettek, most 8. helyezést értek el, ami gyönyörű eredmény ahhoz képest, hogy egy formálódó csapatról van szó. Nagyon szép eredmény, mert több mint 20 csapat versenyez az országos döntőben. Közösségi szolgálatról szóltam, illetve még meg kell említeni mindenféleképpen, hogy a lakosságot is próbáljuk elérni olyan formában, hogy a település életében, amikor tudunk, részt veszünk a rendezvényeken, felkérésekre, családi napokon, óvodákban, iskolában, gyermeknap rendezvényen. Idén is voltunk, tavaly is voltunk, és igyekszünk is lehetőségeinkhez mérten természetesen, mert ha pont egy káreset van, akkor nyilván az az elsődleges, azonban mindig úgy szervezzük a programjainkat, hogy ezek az események nem maradjanak ki részünkről, hiszen nagyon fontos számunkra is, hogy az állampolgárok megismerjék a tűzoltójárműveket és a nálunk végzett munkát. Zárszóként annyit szeretnék szólni, hogy 2017 évben beköltöztünk az új tűzoltó laktanyába. Erről tavaly beszámolhattam. Az új tűzoltó laktanya a funkcióját teljes mértékben jól ellátja. A tűzoltók szeretnek ott tartózkodni, szeretik az új tűzoltó laktanyát. Probléma a működés során nem merült föl. Még abban az évben, amikor az új tűzoltó laktanya átadásra került, gazdagodtunk egy új rába típusú gépjárműfecskendővel, ami erősítette a tűzvédelmet nem csak Szarvasét, hanem az egész működési terület, tehát Békés-Szentandrás és a szarvasi járás valamennyi településének a tűzvédelmét. Egy korszerű laktanyával ötvözve ez már nagyon komoly eredmény, illetve a tavalyi évben szintén egy új gépjárművel gazdagodott a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. Év végén, december 22-én került átadásra egy új vízszállító gépjármű, ami 10 köbméter vizet tud magával szállítani, így már elég erős a védelmi képessége egy egységnek, amikor kérnek egy tűzesethez, egy káresethez. Több mint 16 köbméter vizet szállít így a három tűzoltó gépjármű, ami egy komoly eredmény, egy komoly oltási teljesítmény, és idén állítottuk ezt a gépjárművet egyébként rendszerbe. Az előző pár hónap, a decembertől márciusig elterjedő, vagy eltelt néhány hónap pedig a felkészülés, a rendszerbeállításnak a feladataival telt el a vízszállítónak a vonatkozásában. Röviden ennyivel szerettem volna kiegészíteni, összefoglalni a beszámolómat. Amennyiben a tisztelt képviselőtestületnek kérdése van, akkor nagy tisztelettel várom azokat és válaszolok. Tehát először is köszönöm szépen magam illetőleg a testület nevében a tényleg minden szövetre kitekintő beszámolót. Egyetlen egy kérdés vetődött fel, hogy a bizottságülés alkalmával, mégpedig a lakossági kéményseprésekkel kapcsolatosan, hiszen a katasztrófavédelem berkei alá került ez is, nem közvetlenül a tűzoltósághoz, de mivel egy cég most már, én ezzel kapcsolatban szeretnék egy nagyon rövid lakosság felé irányuló tájékoztatást, hogy hogyan működik ez most, mert nem mindenki van tisztában ennek a folyamatával. Köszönöm szépen. Igen.
Arról szeretném tájékoztatni a tisztelt képviselőtestület, illetve a lakosságot is ezáltal, hogy 2018. január 1-től a családi házakban, az egylakásos ingatlanokban élők kérhetik a kéményseprést előre egyeztetett időpontban. Fontos erről elmondani azt, hogy a szolgáltatás igénylése nem kötelező jellegű. Tehát 2018-tól, 18. január 1-től megszűnt a kötelező kéményseprő ipari sormunka, amit régebben is egyébként az előző felállásban is a különböző tüzeléstechnikai cégek végeztek. Tehát ez ennek a kötelező jellege megszűnt. A szolgáltatást természetesen lehet igényelni, javasolt is egyébként. Ez a saját érdekében, minden állampolgár saját érdekében, az otthona védelmében javasoljuk, hogy tegyék ezt meg. Ennek különböző formái vannak. Tehát magától a kéményseprő nem fog megjelenni a lakásokban. Mi a megkeresés lényege, vagy az elérhetőségnek a lényege? Az, hogy különböző csatornákon lehet. Az egyik legfontosabb telefonos módon egy ingyenesen hívható zöld szám. A 1818. Ennek van egy 9-es menüpontja, azon belül is az 1-es menüpont. Egészen pontosan, tehát 1818-9-1. Ez egy 0-24 órában hívható, állandóan éjjel-nappal hívható zöld szám. Ez Budapesten veszik föl. A gazdasági országos katasztrófa védelmi főigazgatóság gazdasági ellátó központ működteti ezt az ingyenes számot. Tapasztalat szerint, aki ezen a számon beszél, elmondja, mi a problémája, készségesen felveszik, egyből látják is, hogy az adott település hova tartozik ellátásilag, és átirányítják a megyei igazgatóságokon levő ellátási csoporthoz. Szinte még akkor átkapcsolják. Vagy, ha nem kapcsolják át, vissza fogják hívni a megyei igazgatóságnak, tehát már az adott megyéből fogják felhívni egy időpont egyeztetésre az állampolgárt. Van, fontos elmondani, hogy van egy olyan mobil szám, ami kimondottan ügyfelek részére lett létrehozva, egy 70-es szám. Jegyzőasszonynak átadtam itt a testületi ülés előtt egy anyagot, egy tájékoztatót, ami előttem is van. Abban megtalálható ez az ingyenes, sem hívható szám, és ott már egyenesen a Békés megyei igazgatóság ellátási csoportjába kéményseprőt fogják fölvenni, és ott direktben lehet velük egyeztetni időpontot. Egyébként még ez a tájékoztató tartalmaz internetes elérhetőséget. Van, aki online szeretne időpontot egyeztetni, vagy egy e-mailt írni, az e-mail is szintén benne foglaltatik ebbe a tájékoztatóba, amit kérek polgármester, illetve tisztelt testület által, hogy különböző nagyobb forgalmú helyeken, itt a polgármester hivatalban a rendelkezésre álló módon terjesszék, vagy függesszék ki. Nyilvánvaló itt a testületi ülés is, most ezt sokan nézhetik akár ezt az adást, és itt is tájékozódhatnak. Ha valakinek viszont valamilyen kérdése van továbbra is ezzel kapcsolatban, akkor a tűzoltóságot is megkereshetik. Azonban nem nálunk találják meg a megoldást, azért mondom így el, mert nem nálunk van, lehet, hogy esetleg tévhit van ezzel kapcsolatban, nem a tűzoltóságnál van a kéményseprőipari szolgáltatás, mit abba tudunk segíteni, hogy eligazítsuk az állampolgárt. Ez a tájékoztató teljes körű, és úgy gondolom, hogy megfelelő az állampolgár részére. Amennyiben mégsem, akkor szívesen várjuk természetesen a kérdéseiket. A direktben is megkereshetik a tűzoltóságot. Köszönöm szépen, parancsnok úr. Én úgy gondolom, hogy ezt a két telefonos megoldást mindenképpen majd a honlapunkon fogjuk elsősorban, illetőleg kifüggeszteni mellé, hogy elérhetővé váljon. Szociális Jogi Ügyrendi Bizottság tárgyalta, én átadnám a szót bizottsági elnök úrnak. Legutóbb bizottságülésen tárgyaltuk, ismét nagyon szép előterjesztést kaptunk mindig a parancsnok úréktól, és így
egyhangulag elfogadás javasoljuk a testület felé. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e kérdés képviselők részéről? Parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Csatlakozva az előttem szólóhoz, köszönjük szépen valóban ezt a mindenre kiterjedő részletes beszámolót, de minden évben élvezettel olvasom, idézőjelben az élvezettel, ezek a megyei, illetve járási összehasonlítások, ezek sokat mondó grafikonok, ábrák. Most egy teljesen más jellegű kérdésem lenne, mégpedig az utóbbi időszakban szokatlanul nagyszámú szúnyoginvázió van Békésszentanásra és környékünkön is, ami egyébként a nagy esőzések hatására alakulhatott ki. Azonban itt előkerült a Katasztrófavédelmi Igazgatóság is ebben a történetben. Az önkormányzati társulás is érintett ebben. Én elsősorban a televízió nézők figyelmébe szeretném ajánlani azt a választ, amit várok, hogy jelenleg mi a helyzet ezen a területen, kinek mi a feladata, hogy kell együttműködnünk. Az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság egy szakértői csoport javaslatára kb. 900 település vonatkozásában végzi el, vagy koordinálja az úgynevezett állami finanszírozású szúnyogírtást, szúnyoggyérítést. Erről annyit kell még tudni, hogy egy ütemterv alapján végzi ezt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság, azt a konzorciumot, akit megbíz a magával a gyérítésnek a végrehajtásával, ők egy ütemterv alapján dolgoznak. Az ütemterv, ahogy én, amilyen rálátásom volt, a terv és a végrehajtás szinkronban volt, tehát amit beütemeztek, az végre is volt hajtva. Ezek a földi, kémiai, légi, kémiai, biológiai gyérítések, ezek megtörténtek. Azonban, hogyha ez nem megfelelő, lakossági panasz van, hogy az önkormányzat igényt nyújt be, mert nem megfelelőnek találják a gyérítést, akkor egyrészt két lehetőségük van. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság felé, a megyei igazgatóságokon keresztül lehet pótigényt benyújtani. Ezt egy meghatározott vonalon lehet megtenni az önkormányzatok részéről, illetve magánszemély is tehet ilyet, illetve lehetősége van az önkormányzatoknak is egyedi, saját finanszírozású szúnyoggyérítésre. Ezek állnak rendelkezésre, és annyit hallottam, illetve én is a médiából tájékozottam, hogy a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos felső korlátot a hétvége során egy kormánydöntés értelmében ezt megszüntették, és tulajdonképpen korlátlanul rendelkezésre áll forrás erre vonatkozóan. Ez most a hét elején fogja tárgyalni a parlament, ha jól tájékozódtam. Ideig 1,5 milliárd forint állt rendelkezésre erre a célra, amit az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság koordinált. Ezt a plafont eltüntették, vagy megváltoztatták. Röviden ennyit tudok válaszolni a képviselőnek a kérdésére. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen. Illetőleg még azzal egészíteném ki, hogy ahogy parancsnok úr is mondta, tehát államilag most elrendeltek, ugye az elmúlt héten már volt hajnalban is, illetőleg este is, illetőleg holnapi napra is van beütemezett szúnyoggyérítés. Igazából ugye rengeteg pangóvíz van, azt tudni kell, hogy a szúnyoggyérítés Békésszentendrás nagyjából 7500 hektáros területéből 300-350 hektárat érint. Tehát ennyi a tervezet. Ugye az ország 963 településére van tervezve egyáltalán a szúnyoggyérítés, összes többi település ez nem érinti. Nagyon nagy volt a pangóvíz aránya, nagyon nagy százalékú lett a szúnyogkikelés, de én úgy érzékelem most, hogy tényleg az állam igyekszik olyan szintre emelni a ritkítások, gyérítések számát, hogy ez kezelt legyen. Már az elmúlt heti alapján én úgy érzékelem legalábbis, hogy csökkent az előtt lévő óriási szúnyoginvázió, bár azért még mindig nem túl barátságos estekint tartózkodni. És mint ahogy eddig is volt, hogyha
szükség volt rá, akkor az önkormányzat saját keretéből is igényelt szúnyogírtásra külön írtást. De köszönöm szépen, jogos volt a kérdés. Én szavazásra bocsátanám a beszámolót, aki elfogadja, egyetért vele, kérem, készfenyítással szavazzunk róla. Tehát 7 igen, a testület egyhangulag elfogadta, nagyon szépen köszönjük, és az idei évhez is jó munkát kívánunk nektek, csak jóval kevesebbet békésen tanácson, parancsnok úr. Tehát csak úgy módjával, hogy jövőre sokkal kellemesebb statisztikai információkat lehessen hallani, hogy itt tűz maximum a dohányosok kezében volt, és azt csak kellett oldani. Köszönjük szépen még egyszer a munkátokat. Következő a Szarvasi Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztató. Itt megkérném a polgárőrséget képviselő Filip Andrást, hogy legyen szes, egészítse ki szóban a már bizottságin különben tárgyalt tájékoztatót. Parancsoljon! Polgármester úr, jegyzőasszony, tisztelt képviselő urak! Tusok Tamás, a Szarvasi Polgárőrség elnöke, ma rendkívüli gyűlésre kellett, hogy menjen békésre, és ezért vagyok én itt. Szeretett volna jönni, sajnálatot fejezi ki. A korábban a bizottság ülésen már beszámoltam, 2018 évben, ugyanúgy, mint az azt megelőző évben, Békésszentendrásson a Szarvasi Polgárőrség Egyesülete lát el polgárőr tevékenységet. A Szarvasi Egyesület létszáma 35, ebből békésszentendrási tag 2-en vagyunk. A két fő sajnos így nem tudnánk átni, ezért a szarvasi kollégák jönnek át. Rendelkezésre áll részünkre egy darab terepjáró, egy Duster 4 kerékhajtással, egy darab Sandero, illetve egy állandóan itt kihelyezett Skoda Felicia. Továbbá Szent Andráson még 2 darab kerékpár is van birtokunkban. Lassan belefogyok, hogy tudjam használni, súlykorlát miatt. 2018 évben szintén a fő profilunk a bűnmegelőzés volt. Szerencsések vagyunk ilyen szempontból, mert Békésszentandrás, bár átmenő forgalom, bár az M44-es építése miatt, megnőtt forgalom miatt, igazándiból nem mondhatjuk el, hogy megnőtt volna a bűnözés. A rajtunk keresztül közlekedők pár esetben jelezték boltosok, hogy történt kisebb értékű lopás. Ezt megpróbáltuk nappal, illetve a kora, nagyon korai órák, illetve a zárás előtti időbeni járőrzéssel, boltba bemászkálással enyhíteni. Nem volt jellemző a bűncselekmény elkövetése Békésszentandrás területére. Igazándiból szerencsések vagyunk, hisz itt a turizmus miatt, a nyaraló rész, illetve a nyaralók száma miatt jönnek az emberek. Igazándiból itt sem tudok beszámolni semmi olyan kirívó esetről. Egyéb ilyen apróságok voltak, nyitva maradt kapu, kocsiba maradt kulcs, kocsi tetejére kihelyezett pár érték, amit ugye szólni kellett, hogy vigyék be. Tehát tulajdonképpen itt sem tudunk szerencsére beszámolni nagyon negatív történetekről. Igazándiból ami meg volt, azt ugye azonnal az illetékes, ugye ha késő esti órákban is volt ilyen, hogy nyaraló nyitva maradt, vagy esetlegesen gyanú állt fönn annak, hogy be akartak volna hatolni, így az illetékest azonnal telefonon értesítjük, a további történetek, illetve történések megelőzése miatt. A profilunk, ami még itt azért szerencsésnek mondható, tehát akár a közlekedési kultúra javítása, igazándiból az itteni rendezvények biztosítása, legyen ez lakossági felkérése, legyen ez a polgármesteri hivatal felkérésére is, mindig igyekszünk megfelelni, tulajdonképpen pár eset kivételével mindegyiken részt vettünk, és megpróbáltunk maximálisan helytállni. Itt elmondanám, hogy nagy rendezvényeinken semmiféle kirívó esemény nem történt, tudomásunk nincs róla, tehát mind rendben lezajlott, itt sem tudok semmiféle rendkívül eseményről beszámolni. Továbbá igen szerencsésnek mondhatom magam, és ezt mindig ki is fogom hangsúlyozni, mi a közlekedés biztonság növelése érdekében pár éve Tusok Tamás ötlete volt ez a polgárőr Mikulás megvalósítása, mely kizárólag Szarvas és Békésszentendráson valósul meg,
hozzáteszem, Szent András jóval megelőzi Szarvast, és büszke lehetek arra, hogy itt a teljes önkormányzat támogatásával nagyon könnyű megvalósítani. A helyi vállalkozók azonnali támogatásával nagyon könnyű megvalósítani, így egyszer a felnőtt lakosságnak, illetve a gyermekeknek az iskola előtti bemutató ajándékok, tehát ezek az ajándékok alatt azt értem, hogy lakat, lámpa, mind ilyen hasznos dolog, amit ugye a kerékpárra azonnal felszerelünk, meg tudjuk valósítani. És ezt azért köszönöm az önkormányzatnak, mert azért az egész testületnek, mert itt azért ilyen, így mindig azt szoktam mondani, hogy könnyű jónak lenni, hogyha az ember támogatják. Továbbá igazándiból, amit mi itt szeretnénk megvalósítani, a korábbi bizottsági beszámolón már körvonalazódni látszik, hiszen elnök úrral tájékoztattam, hogy itt a nyár folyamán szeretnénk egy ilyen közlekedési versenyt megtartani. Igaz, tavaly nem sikerült, tavaly előtt a rendőrségi összefogással sikerült. Ezt idén szeretnénk szintén megvalósítani, ez már az idei tervezetünk. Igazándiból a tavalyi évvel kapcsolatban így visszatérve, én úgy érzem, hogy a közbiztonság egy-két kerékpár lopás letekintetve igazándiból jó. Az idei évben szeretnénk ugye itt is még nagyobb hangsúlyt fektetni erre. Annyi az idei évről, amit be tudok még számolni, hogy napokon belül már működésbe is lép 2 darab motoros járőr, tehát 2 fogjuk ezt is csinálni. Igazándiból ennyi fejlődésünk van. A bizottsági ülésen szerintem átbeszéltük, tehát igazándiból szerencsések vagyunk, mert olyan kirúgó esetekről, akár a téli időszakban a havazás, amikor az embereket szokták mondani, hogy a igazi ügyesek nem indulnak el, a vérprofik az árokba. Mi megpróbáltunk itt is, amikor beállt az a téli időszak, közlekedési, úgymond enyhébb baleset, tehát árokba csúszás, egyéb ilyenbe helytállni. Akit tudtunk, kihúztunk, akit nem, akkor szóltunk a tűzoltóságnak, de tulajdonképpen ezt leszámítva nagyon sok minden szerencsére nem tudok beszámolni negatív történetről. Köszönöm szépen eleve a beszámolót is, illetőleg itt most az általad képviselt egész szervezetnek a nagyon-nagyon sok munkáját. Ugye, mint ahogy elmondtad is, tényleg az egész testületünk fontosnak tartja azt, hogy a polgárőrség a kis létszámmal is, de működjön Békés-Szent Andráson, hiszen azért értékeink védelmében nagyon sokszor a prevenciónak, a megelőzésnek van óriási szerepe, és ebben vállalja föl a polgárőrség a maga szerepét. És ahogy elnézegette itt az ember a beszámolótokat, hogy azért ez a 150-160 óra, amit ingyen és bérmentve úgymond a település szolgálatában eltöltök fejenként, ez nagyon-nagyon sok szabadidőt jelent, amiben lehetne pihenni, lehetne horgászni, lehetne sok minden más csinálni. Tehát én úgy gondolom, hogy abszolút köszönettel tartozunk, és beszélhetek nyugodtan a képviselőtestület nevében is. Valószínűleg a támogatásoknál is ugyanez köszön vissza, hogy látja mindenki azt, hogy aki a közért ingyen dolgozik, az egy köszönömöt legalább megérdemel. Úgyhogy mondom, én köszönöm szépen a beszámolót is, a munkátokat is, és számítunk rátok természetesen a következő vita mindnapnál, mint hogy évek óta mindig is számítunk a polgárőrségre, és nagyon-nagyon jó munkát kívánok nektek, meg sok türelmet, mert azért nagyon fontos a türelem is ahhoz, hogy ezt a feladatot el lehessen látni. Szociális bizottság előtt volt a beszámoló, én átadnám a szót elnök úrnak. Megtárgyaltuk, nagyon szépen köszönjük mi is a munkátokat, egyhangon elfogadásra javasoljuk a beszámolt a polgár. Köszönöm szépen. Képviselőrök részéről van-e valakinek hozzászólni való? Ha nem, akkor szavazásra bocsátanám. Aki elfogadja, kérem, készfenytársra szavazzunk volna. Köszönöm szépen, és még egyszer köszönöm a munkátokat, András. Még egy mondatot hadd tegyek ide a végére, amit feltétlenül szerettem volna elmondani, csak lemaradt. Tulajdonképpen mi is köszönjük ezt, hisz a testület oly mértékben támogat minket, hogy akár a gépjármű, akár a ruházat, tehát nekünk ilyen jellegű problémáink nincsenek, üzemanyag problémánk nincsen, tehát a teljes évi, úgymond a mi költségünk, ebből még a kocsi javítás is bele szokott férni, tehát itt megköszönném ezt, hogy igazándiból nekünk anyagi problémánk ilyen szempontból abszolút nincsen, tehát így azért könnyű ténykedni, meg végezni a munkánkat.
Mi is köszönjük a támogatást. Igen, én is köszönöm szépen, illetve hát fordulhatsz is nyugodtan végül is a testület felé, ha bármilyen jellegű probléma van. Köszönöm. Következő napirendünk Békés Szent András Nagyközség Önkormányzat Gondozási Központjának beszámolója 2018. évi munkájáról. Itt megkérném intézményi asszonyt, hogy amennyiben szeretné, akkor egészítse ki szóban a beszámolót. Tisztelt képviselőtestület, polgármester úr, jegyzőasszony, engedjék meg, hogy néhány mondatban, dióhéjban összefoglaljam a beszámolóm tartalmát. Ez most egy rendkívüli beszámoló, hiszen ha a tervek szerint alakul minden, akkor én utoljára számolok be önöknek. Nem csak azért, mert választások jönnek, hanem azért is, mert én elérem a 40 éves öregségi, vagy hogy is mondjuk, nyugdíjhoz szüksége, nők által igénybe vehető 40 éves éveket, és én elbúcsúzom a testülettől és az intézménytől, és megpróbáltam dióhéjban ezt a 38 évet, amit én itt eltöltöttem, leírni. Ne ijedjenek meg, nagyon röviden fogom a nagyon emlékezetes évszámokat kiemelni. Tehát gyakorlatilag az intézmény 1970-ben alakult, és az azóta már lebontásra kerülő Széchenyi utcai épületbe kezdték meg a működést. Nagyon nagy sikerrel, nagyon jó vezető kezdte el ezt a munkát, és 1986-ig abban az épületben is történt az ellátás. Akkor még öregek napközi otthonának nevezték ezt az épületet, vagyis az intézményt. Ez a köztudatban úgy maradt meg, hogy önó. A mai napig sokan így... Mai napig önónak emlegeti mindenki. De azért érdekességként elmondanám, hogy azóta 6 nevünk volt, 6. nevet vitoroljuk. Az önó után volt olyan, hogy egyesített szociális intézmény, volt olyan, hogy szállásbiztosító idősek klubja, amikor már bentlakásos ellátást is biztosítottunk, volt idősek otthona, csak így natúr, azután gondozóház, és a mai nevét a gondozási központot, hát nem is tudom megmondani melyik évben, de ezt azért már nagyon régen vitoroljuk, de maradt ez önó. És lehet, hogy sokan nem is tudják már, hogy mit jelent ez, hogy önó, de az önó az a szociális intézményre vonatkozik. Én jó magam 1982-től vagyok itt, tehát innen a 38 év. A Kálvin úti intézményben 86-ba költöztünk át, mert az az épület nem volt megfelelő, modernizálni akarta, központi fűtésbe szerelni, és úgy látták az akkori vezetőink, hogy nem lehet abba az épületbe, és elköltöztünk a Kálvin úti épületbe, ahol még gyerekek tanultak, osztály ott volt az udvaron velünk együtt az idősekkel, sőt még egy pedagógus pár, vagyis egy tanító lakásban még ott laktak pedagógusok. Nagyon jól megvoltunk egymás mellett, akkor még a református egyház tulajdonában volt az iskola, vagy maga az épület, tehát itt az akkori pályázatok bizony beszűkültek számunkra, mert nem volt az önkormányzat tulajdona. Ez 1999-ben megváltozott, akkor az önkormányzat tulajdonába került, az egyházat kártalanították, és meg is indultak a pályázatok. Végtelen sora van, nem mondom el, de 2000-ben már a hozzáépítés és a működési engedélyhez szükséges feltételek megvalósítása a pályázatnak köszönhetően megvalósult, vagy valósult meg. Konyhát építettünk, bezártunk, újból megnyitottunk, tehát mindig az idő, az akkori idők igényeinek megfelelően próbáltuk kielégíteni az idősek és a ott dolgozók igényeit, sőt az önkormányzati dolgozók is sokáig ott étkeztek, amikor még lehetőség volt. 2007-ben megint egy olyan évszám, amikor két új lakószobával bővült az intézmény, akkor a bentlakók száma már 24 fő volt, tehát akkor lett 24 fős az intézmény. 2009-ben egy új szolgáltatás, a tanyagondnoki szolgáltatás indult be, ami most 10 éves jubileumát ünnepli, meg is fogjuk ezt majd ünnepelni. 2010-ben egy életminőségjavítás című pályázat során szintén hozzáépítettünk az épülethez, tehát már gyakorlatilag körbe épülünk, de még van ott azért hely bőven. 15-ben új tanyabuszt vásároltunk, mivel sajnos volt egy kis probléma ott előtte, az előzőt eltulajdonították.
Maga a tanyagondoki pályázat három alkalommal az eszközfejlesztése már 2-2 millió forintokkal lehetett pályázni, és ezt mindig kihasználtuk, és sikeresen vásároltunk is belőle szükséges dolgokat. 2018-ban az energetikai pályázat nyert a Kálvin úton, ebben az évben az István Király úton. Igen, az István Király úton 93-ban kezdődött a mi életünk, ott ebédeltetés, étkeztetés, nappali ellátás, stb. Tehát ott is folyamatosan fejlődött. Fejlődött mindkint intézményben az udvar, az épület, vagy a kinti, a kemencénk megvalósult. Tehát gyakorlatilag ennyi év alatt a kezdeti 8 fős dolgozói létszámból most 28-an vannak ott nálunk közalkalmazottak, és 6 fő közfoglalkoztatás keretében dolgozik nálunk. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk végig az idősek szabadidejének hasznos eltöltésére, behoztuk a kultúrát, mindenféle előadásokat, programokat szervezünk, nyitott az intézmény ajtaja, bárki bejöhet, be is szállítjuk a tanyabusszal az érdeklődőket. Igyekeztünk nem csak egy alapszolgáltatást, úgymond étel, ital, meleg, tiszta ruha, gyógyszer, hanem azon kívül nagyon sok olyan elfoglaltságot, hogy igazából otthonuknak érezzék az intézményt. 2017-ben a Szentvonási Naplemente Alapítvány névvel egy alapítványt hoztunk létre, amely az ott dolgozók és idősek életminőségét vagy életfeltételeit hivatott szolgálni, majd 1%-ok fogadására jövő évtől lesz lehetőségünk. Én azt gondolom, hogy elmondtam nagyjából, hát tudnék erről azért sokkal bővebben is beszélni. Én azt szeretném kérni a önöktől, hogy érezzék ugyanúgy, mint eddig tették sajátjuknak ezt a kis intézményt, hiszen nagyon sokat fejlődött ennyi éven keresztül a miénk, a mi időseinket látja el, a mi szüleinket, a mi nagyszüleinket, és hát ki tudja majd, hogy még nem-e közülünk is bárki oda kerülhet. Szeressék őket, a dolgozókat is, és köszönöm szépen az eddigi támogatást. Ennyiben kívántam kiegészíteni. Köszönöm szépen én is, illetőleg először is szeretném kifejezni a köszönetünket ezért a hosszú-hosszú időn keresztül végzett nagyon komoly munkáért és nagyon színvonalas munkáért. Györgyike, úgy gondolom, hogy ez önmagáért beszél azért. Ön érdekes volt, nem tetted az évszámokat, hanem 70-et akkor születtünk. És intézményvezető úrral még oda jártunk általános iskolába, abban az épületben mind a ketten a Kálvin útra, ahol majd később 86 után ugye kialakult az ÖNO. Én azt hiszem, hogy most a 21. század igényeinek és kihívásainak megfelelő színvonalú, megfelelő minőségű épületről van szó, ami nagyon-nagyon sokat köszönhet annak, Györgyike, hogy te voltál a vezetője, hiszen mindig elsőként álltál az ajtóba, bármilyen lehetőség adódott és jöttél, és csak keresztül vitted a testületen az építő-szépítő jellegű dolgokat, tehát mindig az első volt az ÖNO az összes fejlesztések közül, mint ahogy látszik, hogy rengeteg pályázatot is nyertünk rá. Én azt hiszem, hogy ez azért egy komoly, egész ember kívánó munka volt, amit nagyon-nagyon magas színvonalon végeztél, nem hiába minden képviselőtestület a bizalmát megadta továbbra, hogy ezt az intézményt. Én azt hiszem, hogy ez önmagáért beszél az ilyen hosszú időn keresztül. Nagyon-nagyon fontos is, mint ahogy említetted is, tehát időseink, szüleink is bizony-bizony ilyen ellátásra szorulnak, és eljön az az időszak majd, amikor esetlegesen mi is. Tehát fontos ez, ami ugye az embernek úgy egy picit fáj, amikor azt gondolja, hogy iskolákból idősek gondozását szolgáló intézmények lettek a településen, de nagyon nagy szükség van rá, és erre a szükségre úgy gondolom, hogy nagyon magas színvonalú munkát végeztek mindannyian, és én úgy gondolom, hogy köszönöm szépen, és örülök neki valahol, hogy így 40 év után nagymamáskodni most azért pihenni, haza tudsz menni, hiszen várnak az unokák. Úgyhogy még egyszer köszönöm. Bizottság előtt volt, szociális bizottság előtt volt, átadnám a szót, hogy képviselőnek. És hozzáfűzni való, hogy bármelyik önkormányzatnak az idősekkel való törődés mindig elsődleges volt, ezért is az egyik legrégebb intézményünk ugye a központ.
Nagyon szépen köszönjük tényleg, Györgyik, a munkádat, munkátokat. Egy hangolg elfogadásra javasoltak a beszámolót, és tényleg jó ilyen is kívánom neked. Köszönöm szépen. Képviselők részéről van-e kiegészítő parancsolj? Csak egy gondolat, jó magam nevében is, és 21 évig együtt dolgoztunk, a képviselő testület, mint képviselő is, mint a gondolási központ, hát jó néhány név volt ez idő alatt valóban. Köszönet azért a munkáját, de úgyis, mint a művelődési bizottság elnöke, hisz egy szociális intézményről van szó, de azért azt tudni kell, hogy nagyon sok ismeretterjesztő előadás, zenei produkció és más egyéb összejövetel van, ami az időseknek, és nem csak az időseknek, mert nyitott programok, az egész településnek kulturális plusz jelent. Köszönet ezért, hogy ezzel kiegészítettétek a Szent Andrási kulturális palettát, és hát bízunk benne, hogy a folytatásban is ezek megmaradnak. Köszönjük szépen és jó pihenést, és természetesen várunk azért a civil életbe, nagy szükség van rá továbbra is. Szépen. Köszönöm a szót, Györgyike. Jó magam, inkább a bizottsági ülésekkel igyekszem korlátozódni. Nem nagyon szeretek így hozzászólni, de itt nem tudom kihagyni, mert ugye nem csak a 17 év, amit mi is együtt dolgoztunk itt, hanem az a elán és az a hitelesség és az a szeretet, amivel te dolgoztál, az mindenképpen köszönetet érdemel, és én is szeretném ezt megtenni. Neked jó nyugdíjas éveket, hát fura ezt mondani, mert szerintem egy nagyon fiatal nagymama vagy még, de nagyon sok jó egészséget és hosszú nyugdíjas éveket kívánok, még vagy rakat unokát mellé, hogy legyen hozzá feladatod. Magunk meg azt kívánom, hogy legyen ilyen utánpótlás, mint ami te voltál már intézményvezetői szinten. Én nem tudom, nem lesz egyszerű dolgunk, a segítséget kérjük még a későbbiekben is, úgyhogy számítunk a munkádra még addig, ameddig ez a felmentési idő töltődik, úgyhogy de inkább csak a jó kívánságaimat szerettem volna tolmácsolni. Köszönöm szépen. Szavazásra bocsátottam a képviselőről. Akkor aki elfogadja és egyetért vele, kérem készfeljutással szavazzunk róla. Köszönöm szépen. Tehát 7-1 hangú igennel a testület elfogadta. Köszönöm. Így van. Tartozik a beszámoló mellé még egy határozati javaslat. Tehát ugye intézményvezető asszony kérésére, a fogyatékos nappali ellátás megszüntetésére vonatkozó testületi határozatot kérte, hogy hozzuk meg. Ez ugye a tájékoztatódó teljesen külön, de ezzel a napirenddel egy számon érkező határozati javaslat. Aki, bocsánat, bizottsági vélemény elfogadásra javasolta, aki elfogadja és egyetértve kérem készfeljutással szavazzunk róla. Köszönöm szépen, tehát 7-1 hangú igennel egy... Tartsunk-e 5 perc szünetet képviselőre? Jó, rendben. Pityó, hát ezt egy picit. A Akkor átérnénk a következő napi rendi pontra. A település üzemeltetés intézményünk 2018 évi tevékenységéről szóló beszámolóra. A előadó Tóth András úr. Megkérdezem, hogy szándékozol-e kiegészíteni a beszámolót. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestület, a polgármester úr jegyzőasszony. Nem kívánom kiegészíteni az anyagomat. A bizottságülésen élőben prezentáltam, tekintve, hogy aznap ülés előtt sikerült csak az anyagot összeállítani. Voltak kérdések, voltak válaszok, úgy gondolom, megválaszolatlan kérdések nem maradtak. Ettől független, ha időközben valakiben felmerült, akkor természetesen válaszolok rá. Pusztán annyi, hogy én nyilván nem tudok olyan történelmi mélységekbe bocsátkozni az intézmény útját, illetve mint az előttem beszámoló intézményvezető asszony tekintve, hogy 3 éve működünk, június 1-i fordulónappal voltunk 3 évesek. Egy célt kijelöltünk magunknak, illetve én magam részéről kijelöltem egy célt az intézményi vezetői pályázat elnyerését követően. Úgy gondolom, hogy vannak is eredményeink, első évben, másodikban, illetve most már ugye a 18-asban is.
Messze nem vagyok elégedett, azt gondolom, hogy van még hova fejlődnie, javulnia az intézménynek minden tekintetben. Azt így a végén konklúzióként el szeretném mondani, hogy köszönöm a képviselőtestület kezdettől fogva, hát irányunkba biztosított támogatását, legyen ez anyagi, legyen ez más jellegű. Úgy gondolom, hogy a feladatokat megfelelő szakmai színvonalon tudjuk a jövőben is ellátni. Vannak elmaradásaink, azokért pedig úgy gondolom, hogy valahol vállalnunk kell a felelősséget. Nem szeretném, ha lennének olyan korábbi ígéretek, testületi elvárások, amik idővel nem fognak teljesülni, és nem hosszú távban, hanem igazából rövid távban gondolkodnék. Köszönöm szépen a támogatást mindenki részéről. Köszönöm szépen. Képviselők, van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban? Ha nincs, akkor a Településfejlesztési Bizottságnak adnám a szót, tárgyaltátok. Igen, köszönöm a polgármester úr. Andris, köszönjük a munkátokat. Valóban csak 3 éve vagyunk. Nyilván egy nagyon nagy múltra tekintesz vissza, és itt az önkormányzatnál a műszaki vonalon. Úgyhogy bátran szavaztunk meg téged intézményvezetőnek, és bízunk is továbbra is benned, és nagyon örülünk a sikereiteknek. Nagyon érdekes időszakban vetted át ezt az irányítást, hiszen a 180 közfoglalkoztatottról lejöttünk, most már 25 alá is azt gondolom. Tehát ami ugye az egy kényelmes időszakot, nagyon nagy munkával járó időszakot jelentett a 180 közfoglalkoztatott, de egy nagyon nagy bázist adott a településnek, amivel egyébként olyan dolgokat is meg tudtunk csinálni, ami nem kötelező feladat. Ugye ennek mentén jövünk szépen mi is vissza ezekkel a feladatokkal, tehát egyre inkább érezzük ennek súlyát, hogy mi az, ami elvárás lenne irányunkba, mi az, amit meg tudunk csinálni, és mi az, amit nem. Ezen dolgozunk hétről hétre, hónapról hónapra együtt. Nyilván vannak benne nehézségek, és vannak benne sikerek. Én bízom benne, hogy egyre inkább a sikerek irányába fogunk elmozdulni. Az irány szerintem teljesen jó, hiszen amit láthattok a kezetekből, az teljesen megbízható és minőségi munka. És szerintem csak ez lehet a megoldás kulcsa, hiszen hogyha próbálunk minden igényt kielégíteni, minden hószegét kielégíteni, és csak belekapunk mindenben, abban el fogunk veszni. A megoldás kulcsa egyébként valószínűleg a intézmény átszervezése lesz, ez már a következő testületnek a feladata lesz, legyen majd az őszájézők szerint, illetve a gépesítés fokozása, szerintem a minőségi munkavégzéshez ez a kettő mindenképpen szükséges lesz. Én nagyon-nagyon szorítok az intézménynek és az településnek, hogy minden többet tudjunk ebből profitálni, ebből az intézményből, és hiszek benne, hogy ezt meg is tudjátok majd valósítani. Nagyon sok sikert és erőt kívánok nektek továbbra is hozzá. Én azt kérem tőletek, hogy gyertek bátran kérdéseitekkel, vagy ha segítségre van szükségetek, akkor ebben a megnövekedett feladat tömegben, akkor mindenképpen segítünk benne. Itt viszont most csak azt tudom mondani, hogy köszönjük szépen a beszámolót, elfogadásra javasoltuk, és remélem, hogy legalább ugyanilyen szavazást tud majd tenni a következő testület a következő beszámolótokkor. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Ha nincs továbbra sem kérdés, akkor szavazásra bocsátanám a beszámolót. Ki az, aki elfogadásra javasolja? Köszönöm, 6 egyhangú szavazattal elfogadtuk. Köszönöm szépen. Visszaadnám a stafétát a polgármesternek. Köszönöm szépen a polgármester úr, és elnézést a intermezzóért. No, a következő a falugazdász tájékoztatója. Ugye itt személyesen nincs jelen a falugazdász, megküldte a tájékoztatást részünkre, illetőleg ugye a Robi a kamara részéről is elmondta és beszámolt bizottsági ülésen, hogy mik az aktuális problémák és aktuális megoldani való feladatok. A Település Üzemeltetési Bizottságnak volt témája, átadnám a szót akkor képviselőnek. Igen, köszönöm a szót, polgármester úr, és itt annyit mondanék el, hogy a beszámoló teljesen egyértelmű, az érintettek, akik igénybe veszik a falugondoki, illetve a
falugazdászi tevékenységet, azok teljesen tisztában vannak azzal, hogy mit is tesz ez a rendszer és maga a személy is itt Békésszentanáson. Annak nagyon örülök, hogy Békés megyében ilyen jól működő rendszer van, hiszen erről próbálták lekopírozni az országos ellátottságot, illetve módszertant. Hát számunkra az is nagy eredmény már Békésszentanáson, tehát nem mindenhol így van ez, nem volt ennyi falugazdász és nem volt ilyen jól működő rendszer mindenhol, ezért aztán egy picit mi csorbultunk, de hála Istennek el tudtuk érni azt, hogy még megfelelő óraszámban és minőségben tudott maradni falugazdász Békésszentanáson, és ezt igyekszünk is megtartani, és ezért mindent meg is fogunk tenni. Így aztán a ottani ügyintézéseket jól el tudják látni. Az önkormányzat tulajdonképpen hozzátesz annyit ehhez a dologhoz, amennyi szükséges. Amennyiben ezen változtatni kell, akkor kértem a Robit, hogy jelezze ezt. A Szódi Robertról van szó. Úgyhogy szerintem nincsen baj, hál' Istennek a falugazdászi rendszerünk jól működik, és van is még, hogy mire működjön, sajnos csökkenő számot mutat a gazdálkodó emberek egyre kevesebb szer vannak, de egyébként egy nagyon tanulságos hozzászólás volt, azt mondta Virág Sándor képviselőtársunk a bizottság ülésen, hogy hát már pedig ő eléggé képzett, de azt mondja, hogy kétszer vagy háromszor is megnézi, mire neki fut a támogatási hozzájárulás kitöltéséhez, úgyhogy mindenképpen szükség van erre a szolgáltatásra, nem csak emiatt, hanem egyéb más vonatkozásban is. Ez csak egy ilyen érdekesség volt, polgármester, elfogadásra javasoltuk. Köszönöm szépen. Így van, én is úgy gondolom, nagyon fontos azért a település mezőgazdasággal foglalkozó, abból élő lakóinak lehetőség legyen itt helyben, hogy hozzáférhessenek. Másik részről pedig köszönjük szépen, hogy tájékoztatják a testületet is arról, hogy milyen jellegű munka folyik. Itt elnézve különben az udvarban folyamatosan van érdeklődés, pláne amikor valamilyen pályázati vagy éppen visszaigénylési időszak van, akkor tényleg sokan jönnek. Köszönöm. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? Parancsos ember. Köszönöm. Csak annyit szeretnék mondani, hogy jelezte Robi, hogy tehát a kamaránál átalakítás van, tehát a Szent András iroda óraszámaiban, amit Zsolti is elmondott, hogy csökkenés várható, vagy pedig nem is lenne, hogy mindenképpen szükséges majd az önkormányzatnak legalább a megyei agrárkamara felé jelezni, hogy szükségünk van, hogy itt Békésszentanáson szolgáltatást legyen, ne kelljen szalvasra bemenni ügyet intézni, és ez szó is volt a bizottság ülésen, hogy egy hivatalos megkeresést eszközölünk, hogy mindenképpen szükségesnek tartjuk, mert nehogy megszűnjön ez a szolgáltatás. Ezt úgy gondolom különben, hogy nagyon helyén való a dolog, hiszen a megyegyűlés tagja Kulcsár úr is, aki a kamara megyei elnöke. Vagyunk ketten Békésszentandrásról, Békés megye önkormányzatában, Hamza képviselő úr is, illetőleg én is. Én úgy gondolom, hogy amennyiben úgy határozunk ezt határozottan, meg tudjuk keresni. Személyesen is Kulcsárat, hiszen találkozunk vele rendszeresen. Én is fontosnak tartom, hogy ez működjön ez a rendszer. Úgyhogy köszönöm szépen, én úgy gondolom, hogy ez abszolút helyén való. Pláne, hogy még gondolkodtunk itt a új piac kialakításán és esetlegesen ott lévő iroda létrehozásában. Tehát abszolút helyén való dolog. Szavazásra bocsáthatom képviselőre? Aki elfogadja, akkor a tájékoztatót kérem, szavazzon róla. 7 igennel a testület elfogadta. Parancsoljon képviselőre. Ennél a napirendi pontnál úgy gondolom, hogy illik a részünkről megemlíteni azt, hogy korábbi években egy másik falugazdász volt Békésszentanáson, a Demeter Péter személyében, aki a közelmúltban hunyt el. Ő is nagyon sokat tett a szentanási gazdák és a szentanási mezőgazdaság érdekében, illetve a képviselőtestettel is nagyon jó kapcsolatot ápolt. Én javasolnám, ha tehetek ilyet, hogy az ő tiszteletére és az emlékére emlékezzünk meg egy rövid csendes felállással. Így van, akkor megkérném én a lévőket, hogy egy perces néma csendben emlékezzünk meg. Köszönöm szépen. És abszolút helyén való a javallat, tényleg nagyon jó viszonyban voltunk a volt falugazdánkkal, és rengeteg munkát tett bele. Folytatom ám a napi rendet, mégpedig tájékoztatás a település környezetvédelmi helyzetére, ugye erre egy külön bizottsági ülésnek a témája volt, ami
úgy értékelem, hogy a 21. századnak egy nagyon komoly kihívása a környezetvédelem problémája, és itt nagyon sok szempontból lehet megközelíteni, akár a hulladék kezelés, hulladék szolgáltatás, de akár a levegőminőség, a zajártalom, és nagyon sok minden más egyéb, ami élőhelyünket, környezetünket szennyezi. És ha beledugjuk a fejünket a homokba, ezt nem nézegetjük, akkor bizony-bizony nagyon sok komoly problémát okozhat. Ezért is tűzte ki testületünk már 14-től egy külön részbizottsági tevékenységként azt, hogy évről évre megvizsgáljuk, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy környezetünk élhetőbb legyen, és ennek elsődleges forrása mindig a probléma feltárása. Tehát megvizsgálni azt, hogy mely szegmensek a legveszélyesebbek békésszertartásnál, esetleg miben javult a környezetünk. Erről szólt a Művelődési Környezetvédelmi Bizottságnak az ülése. Én átadnám a szót Hévízi képviselő úrnak. Köszönöm szépen. Valóban az utóbbi, legutóbbi bizottsági ülésünk fő témája a békésszertartás környezetvédelmi helyzete volt. Hát igazából itt a környezeti állapotok értékelése volt, amelyeken végigmentünk. Azt tudni kell, hogy 5 évvel ezelőtt készült egy nagyon jó anyag, ami nagyon részletes és nagyon körültekintő volt, minden szegmensét megvizsgálta a környezetvédelemnek, és békésszertartásra vetítette. Azóta ezt az anyagot értékeljük, illetve írjuk újra minden esztendőbe a műszaki osztály segítségével, és ezt jutatjuk meg a bizottsági ülésen. Rendkívül mozgalmas és jó volt a bizottsági ülés, mert tényleg mindenki, aki részt vett benne, őszintén elmondta a véleményét, hisz végigmentünk azokon azokon a pontokon, amelyek a részét képezik ennek az állapot értékelésének. A levegővel kapcsolatban nagyon várjuk már az M44-es átadását, hisz tudólevő az, hogy a fűtésből származó különböző anyagok, amelyek a levegőbe kerülnek, a másik legnagyobb szegmense a történetnek a 44-esen való forgalom, ami áthalad településünkön. Olyan számok vannak, hogy ez szinte hihetetlen, hogy mennyi gépjármű áthalad, és ezek egyre több szénmonoxidot bocsátanak, illetve olyan káros anyagokat, amelyek ránk nézve nem hasznosak. A vizekkel kapcsolatban szintén úgy vagyunk, hogy a folyó és az itt található holtágak és mindig adnak problémát, de a felszín alatti vizek is folyamatosan ellenőrzés alatt állnak. Utóbbiak a monitoring utak által, az előzőek pedig különböző vízmintavételek kapcsán mindig határértéken belül vannak, és ez öröm számunkra. Ha a talajt nézzük, ott elsősorban a mezőgazdasági területeken az öntözés az, amely gondot jelent, ha nem szakszerű, itt a szikesedés mértéke az tovább nőhet. Én úgy gondolom, hogy azért ez kisebb problémát jelent, hisz megfelelő módon használják azokat az öntöző berendezéseket, amelyek a részükre állnak. A települési környezetnél a lakóházak és a fásítás volt egy nagyon fontos kérdés. Azt azért továbbra is szem előtt kell tartani, illetve azt állapítottuk meg, hogy sok az üres ház békésszertartáson, ezek a házak, ha nincsenek lakott állapotban, folyamatosan romlanak, illetve a környezetük is, tehát ez igazából nem túlzottan jó mutató. A fásítás területén is vannak előrelépések, hisz minden évben a babafaj ültetés az egy új lehetőség, illetve az utóbbi években további területek kerültek fásításra. Azonban figyelembe kell venni a közeljövőben, hogy az előregedett fákat ajánlatos kivágni és a helyére újat ültetni. Ezzel kapcsolatban a közeljövőben fogunk egy programot készíteni, amit bízunk abban, hogy be is lesz váltva, és ezáltal a fásítás az a nagyobb mértékű lesz Békésszentendráson. Az épített környezetnél a régi épületeink azok mind felújításra szorulnak, itt gondolok itt a 19. század elején építettekre, a kúriára, a kastélyra, azonban nagy előrelépés volt az, hogy a topos pályázatokból sok régi épületet sikerült, főleg önkormányzati épületeket sikerült az idei esztendőben felújítani, és itt ez nem csak az energetikai szempontból, de az állag szempontjából is jelentősen javult.
nagyon fontos része ennek a értékelésnek maga a hulladékgazdálkodás. Itt már Vírus Zoltán Azadus úr beszámolójában is hallhattunk azt, hogy mekkora problémát tud jelenteni az, hogyha a hulladék nem megfelelően van kezelve, sőt, főleg akkor, hogyha azt még el is égetik, hogy mennyi káros anyag kerül a levegőbe. Tehát erre mindenféleképpen figyelni kell. Hát én azt mondom, hogy vegyes érzelmeink voltak ezzel kapcsolatban, és a kommunális szemét elszállítása az tökéletes. Az minden héten megtörténik. Sokszor magukkal, lakókkal, lakosokkal van probléma, hogy nem tudják kívánni ezt az egyhetet, és máshová dobják el, vagy rejtik el a kommunális hulladékot. Nincs ennek értelme, hisz elviszik. Ha kiteszik a ház elé, el fogják vinni, nem maradott. Ugyanez van a zöld hulladékkal is. A zöld hulladék is, hogyha megfelelő minőségű és megfelelő állagú anyag kerül kirakásra, el fogják vinni. Sokszor sajnos olyan anyagok is belekerülnek, ami miatt nem fogják elvinni. És ebben a szerződésben foglaltak szerint, ha nem úgy végezzük, akkor ez a következmény, hogy ott marad, és ott díszeleg a ház előtt, vagy akár egy olyan területen, ahol hosszú ideig ott tud maradni. Komoly problémának láttuk az üveggyűjtő szigetnek a jelenlegi helyzetét, hisz nagy mennyiségben érkezik ide üveg, és nem csak a helyi lakosoktól, hisz a környező településeken ez sincs megoldva ez a probléma, ezért a havi egy elszállítás úgy tűnik, hogy kevésnek mutatkozik, ezért ebben a kérdésben lépni kell, mert nem egy olyan látvány, ami egy turisztikai szempontból fontos lenne számunkra, hogy egy átutazó az azt lássa, hogy egy rendezett településről van szó, sajnos ez egy picikét visszatartó. Ennek a szigetnek a jelenlegi állapota. Igazából a bizottság részéről még megfogalmazódott az, hogy amennyiben a testület is úgy látja, egy komposztálónak a létrehozása az célszerű lenne, ezáltal a zöld hulladékot hasznosítani tudnánk, illetve az ez irányú kiadásaink kevesebbek lennének. Tudjuk, hogy ennek megvannak a megfelelő előírásai, de ezt szeretnék megvizsgálni, hogy mi a lehetőség ezzel kapcsolatban. A szennyvíz probléma, ezzel egy külön kiemelt feladat volt számunkra, hisz vannak olyan üzemek a településünkön, amelyek magasabb koncentrátummal rendelkező anyagot bocsátanak ki a káros anyagok szempontjából. Mind a két üzem, aki érintett volt ebbe, meglátogattuk, beszéltünk a vezetőkkel, és örömmel mondhatom azt, hogy közeljövőben mind a két helyen előtisztító fog épülni, ami már az új rendszert, ami előre láthatólag 2022 fog elkészülni, azt már nem fogja terhelni. Úgyhogy nagy öröm volt a képviselőtestület és bizottság számára ez a kiadós pályázat, ami 1.375.000.000 forintot jelent a szennyvíz tisztító felújítása kapcsán, és ugye ez több, mint ami korábban volt, ez az összeg, ez emelkedett. Magának az állapot értékelésének az utolsó pontja a zaj, a zajszint mérése, értékelése. Hát ez is határérték közelében van, de az M44-es átadásával ez jelentősen csökkenni fog, és határértéken belül marad. Összességében úgy állapítottuk meg, hogy Békés-Szentendrés környezeti helyzete nem rossz, vannak részek, amelyeket javítani kell, ezzel kapcsolatban foglalkozni is kíván a bizottság, illetve ez a szakterület, és magát a beszámolót elfogadtuk, és a képviselőtestületnek is elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen, tényleg azt mondom, hogy egy kimerítő áttárgyalt beszámoló volt. Én megköszönném Jaksáné Blagjanett kolléganőmnek, aki összeállította, illetőleg frissítette az adatbázisát ennek a beszámolónak. Azt hiszem, hogy jogos és egyre inkább kiemelt problémája kell, hogy legyen egy önkormányzatnak az élettere, pláne hogyha egy önkormányzat tényleg feladatain közé tűzte ki azt, hogy a turisztikát akarja emelni, akkor azért a turisztikával párosulnia kell egy igényes környezetnek is. Az igényes környezet pedig csak mi magunk tudjuk megvalósítani, de ehhez nem árt, hogyha látjuk, hogy mit akarunk megvalósítani. És ezért fontos az, hogy évről évre meglegyenek ezek az adatok. Én is bízom benne különben, hogy az M44 átadása után a forgalomterhelés csökkenni fog. Lásd ma is ezt a szörnyű balesetet, tehát
ennek a kockázata is csökkenni fog, meg bízom benne, hogy ezzel a zaj és porártalom is csökkenő tendenciát fog mutatni. A szennyvízkezeléssel kapcsolatosan pedig egyértelmű, tehát egy modern szennyvízkezelővel, egy előtisztítóval, ha felszerelik a üzemek, egyértelműen egy tisztább környezet felé tudunk hatni. Úgyhogy köszönöm még egyszer a beszámoló elkészítést is, meg a bizottságnak is a munkáját. Én szavazásra bocsátanám. Bocsánat. Semmi, nagyon szép kis anyag volt. Köszönjük szépen, Robi. Készültem is. Mindenki észreveszi ezt a hulladékszigetet a települési központjában, ezt az üvegszigetet. Ezzel kapcsolatban én egyénivel készültem a ülés végére, azért nem is mondtam, nem szabadítottam a bejelentési pontok számát, hiszen majd a végén szerettem volna ezt érezni. Mindenképpen ezt egy javaslatom, hogy mit tegyünk. Jó, úgyhogy ennyi, de egyébként abszolút igazatok volt, és nagyon szép anyag volt, és köszönjük szépen. De az üvegszigettel kapcsolatosan úgy gondolom, hogy a beszámoló mellett, mivel egy témakör, egy napi rend, lehet egy másik határozatot hozhatunk ezzel kapcsolatosan, én javasolnám képviselő, hogy mondd el, hogy ott rengeteget kínlódunk vele, egyénileg is, magánembereket is cégszerűen mindent megtettünk ahhoz, hogy ez normalizált körülmények között tartsuk, hát ez teljesen sikertelen, tehát annak a ott létjogosultsága szerintem, és majd kíváncsi vagyok a véleményetekre, szerintem megszűnt. Tehát azt mondom, el kell hozni, ez biztos. És most, hogyha elviszi a héten a szolgáltató Andrissal, folyamatosan tárgyalunk ezzel kapcsolatban, mindig felhívjuk a figyelmét. Tehát már kb. Olyan 2,5 hete szóltunk neki, hogy meg fog telni most már, tehát szeretünk volna együttműködést vele létrehozni. Mi szólunk időben, hogy mikor mielőtt megtelne, akkor elviszik. Hát ez nem történt meg, sőt egyre inkább borzasztóvá válik a szituáció. És azt nem tudom, hogy hova tegyük le. Jelen pillanatban egy a lényeg, hogy onnan el kell hozni, tehát hogy ne szabadjon az a szemét halmaz. El kell mindenképpen vitetni, hivatalosan fel kell szólítani a Darekot, hogy áldott állapotok vannak. És egyébként a Virág Sándor nagy szakértője ennek a szemét helyzetnek, hogy az ő kötelessége ezt a szolgáltatást biztosítani. Tehát mi egyébként jó személyek és jó szándékolag adtunk hozzá 4 vagy 5 konténert, talán 5-öt, és ezt így nem tudjuk tartani, akkor várjuk a megoldást. Tehát mindenképpen hívjuk fel a figyelmét, hogy azonnal vigye el az üveghulladékot, mert borzasztó helyzet van, és akkor kíváncsian várom, hogy mi lenne a hivatalos felkérés, de a válasza, hogy hogyan akarja ezt megoldani a településünkön. Muszáj ebben lépnünk egyet. Ezt úgy gondolom, hogy az asszonyi hivatal meg tudja oldani. Én is úgy gondolom, hogy egy szükség volna egy üveggyűjtőre, igen. Kettő szükség volna, hogy ezt ürítsék normálisan. Igen. Tehát a szolgáltatásnak működnie kellene, hiszen normál kommunális szemétbe nem jó az üveg. Nem is értem, hogy mozdulnak ennyire nehezen, de ennek utána fogunk járni. Ezt így ebben a formában úgy gondolom, hogy a hivatal meg tudja oldani. Polgármester, nem akarnék okos lenni, mert most mondhatnám azt, hogy próbáljuk megoldani házon belül, hogy az lenne fontos, hogy zárható helyen legyen bent, legyenek ezek az üvegkonténerek. Tehát a munka időben lehessen beletenni, de ne mi mondjuk bölcsességet, de nézzük, hogy mit mond a szolgáltató, de ha végképp nem megy, akkor ez irányba elmozdulhatunk valamelyre. Sőt, munkaidőben lehessen tenni, meg azt sajátom, hogy a kamerázott helyen igen, van. Tehát, az itt is kamerázott, és mégis mi mindent beledobáltak. Ja. Jó, legyen ez egy bizottsági téma, ez a része pedig elmegy, és akkor a konkrét véleményt kézbe kapva el tudjuk dönteni, hogy... És akkor a héten lehet határidőt tenni rá, hogy mikor szüntetjük meg ott ezt a föltelmet? Hát amíg nem kell megszüntetni, amíg új nincs. Amíg új verziót nem találunk. Lehet, ugye, mint ami a bizottságülésen is elhangzott, hogy a Darekkal próbáljunk először is egyezkedni, hogy tudnák-e ezt sűrűbben üríteni ezt a történetet. Ez a havi egy, ez a kevés. Azt, hogy üveghulladék van, hát most valók. Viszont nekem a javaslatom abszolút az volt az első javaslatom, határozott javaslatként, hogy ott a helyszínen szüntessük meg. Azt más kérdés, hogy behozhatjuk esetleg ide az udvarra, vagy bárhová, de onnan tűnjen el, mert az nem a hivatal udvara nem... Most ez magánterületről ott van a kerítéstől 5 centire, nem lehet tartani ezt a helyzetet ott. Tehát ezt senki nem várhatja, hogy ott bárki is tartsa ezt a helyzetet. Én beszéltem Andrissékkal annak idején, amikor láttam, hogy ez el fog szabadulni ott a pokol, azt kértem, hogy minden nap menjenek és tegyék rendbe. Ha esetleg plusz van, akkor hozzuk el ők külön konténerbe. Ez nem történt meg, tehát ez volt nem tartható. Ez a helyzet. Jó. Parancsolj. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én folyamatosan fotóztam ezt a kupacot, hogy alakult ki napról napra.
És az a gond, hogy amikor még üresek voltak a konténerek, hiába a kamerával megfigyelve az a felület, és vissza lehet nézni, hogy esetleg kidobtam el a használatát. Volt benne televízió, akkor a temetőből különböző virágcsokrok, koszorúk, tehát ilyenek kerültek oda. Aztán zuhanyfülke oldala, meg tehát olyan dolgok, ami abszolút nem oda való, benne a konténerben. Utána jöttek mellé a különböző zsákok, és a zsákokban már nem üveg volt, hanem szekély. És aztán a zsákokról rá lett pakolva az üveg, aztán jöttek olyan emberek, akik átdúrták az egészet, mert hát ha valami érdekes üveget találtak, vagy valami értéket, akkor összedúrták az egészet, most egy személytelep volt. Annak idején, amikor ezt a területet nagyon szívesen, mivel más terület nem volt ilyen üveg, hulladék, tábló egységeknek a kihelyezésére, ezt a területet felajánlottuk az önkormányzatnak, rendben, hogyha karban van tartva, akkor semmi akadály, hogy elértünk. Ez közterület, nem? Ez olyan, mintha te házad elé adnál, és akkor elébe tennénk az önkormányzatnak. A gondolom beviszik Szarvasra, és kiveszik oda. Nagyon szívesen felajánlottuk, hogy ott legyen, de egy olyan frekventált helyen, ahol a busz megálló, cukrázda, piasztér, a teljes átfogó forgalomban, ott egy ilyen személytelepet tartani, hát elég érdekes. Jogos a felvetés, tehát most itt ugye nem erről van a vita. Én is azt szeretném, hogy ez szűnjön meg ott előttünk. De annyit... Gondolom egyik szemtanás is sem szeretné, hogy a ház előtt ilyen legyen. Többek vagy cég előtt, többek között én sem felajánlottam a lehetőséget. Ingyen bérlent, ha nem tudtak elérni a lakosok, akkor el kell onnan hozni. Stimmel, csak meg kell oldani a további... Te vagyok polgármester, meg kell oldani, hogy hova tegyük át. Hova tegyük át? Én egy évre felajánlottam, hát ez lett belőle. De azért mondom, az a kérdés, azt oldjuk meg, hogy hova tegyük át. Másik részről tény és való, hogy a Darekkal kéne egyeztetni, mert ez a havi egyez. Tehát 3800 emberre vetítve ez a pár konténer havi egyszerű ürítése, ugye zéró, a snafu. Tehát nem lehet. Másik részről tény és való az, hogy nem tudunk normálisan szemetet gyűjteni már elnézést, mert tényleg mikor bárki kirakhatná a kommunális szemetét maga elé, lomtalanítás van, elektronikai lomtalanítás van, és mégsem tudja megoldani azt, hogy ne oda vigye, ahova az üveget kéne vinni. Nem értem, magas nekem. Rendben van, elfogadom ezt a részét, azt mondom, hogy menjünk utána. Válasszuk kétfelé akkor a kérdést, az egyik részről a beszámoló, környezetvédelmi beszámolóval kapcsolatosan, aki egyetért és elfogadja, kérem, készfelmutással szavazzunk róla. A másik részről pedig egy határozatba belevonjuk azt, hogy felszámoljuk ezt a lógertelepet, másik részről pedig a Darekkel felveszünk a kapcsolatot, igen, és keressük a megoldást. Elfogadható ez így? Határozat megfogalmazódik hozzá, és akkor ez a két... És akkor a határidő, hogy miért meddig szüntetjük meg, azt tegyük bele, azt én kérném. Én úgy gondolom, hogy június 30... Júni 30 lehet. Itt illetőleg a Darekkal való kapcsolatfelvétel szabhatja meg a dolgot. Tehát mondjuk csúsztassunk egy picit, hogy legyen július 10. Mert nem biztos, hogy reagálnak ennyire. Megszüntethetjük úgy is, hogy azt mondjuk, hogy intézmény fölpakolja a traktorra és hozzá onnan be, innen meg majd leürítik. Amikor ez a június 30-as verzió, ha a Darekkal akarjuk onnan leürítetni, akkor marad a július 10, mert velük azért egy eszmecsereváltás, nem 2 perc, ezt mondjuk, ha annyit megkérdezik, akkor tudna rá válaszolni. Én azt kérdezném a testpettől, melyik lenne javaslat? Pár napon nem újjon, tehát akkor legyen a Darekkal, mindenféleképpen kapcsolatban kell, hogy kerüljünk, hogy ők mit lépnek egyébként, akkor is a új helyre kerülünk. Hát én másrészt azt tartom, hogy a Településfejlesztési Bizottságnak lenne az a feladata, hogy gondolkodjon azon, hogy egy bizottságülés keretében, hogy hol legyen az új optimális helyszín erre. Lehetne, és tehát ez lehet a következő bizottságinak a feladata. Akkor elmondom, mi az én reményem. Ez úgy működött ez idáig, hogy én szóltam a sofőrnek, hogy vigyék már el, mert tele van. Ez nem az én dolgom. Az nem a település dolga az, hogy ezt biztosítsa, ezt a szolgáltatást, nem a Tareké. Mi adtunk hozzá kukát, tehát nem a mi dolgunk. Egyelőre szerintem akkor, hogyha ez így nem működik, akkor nem kell itt most ezzel sakkozni, a hivatalnak egy hivatalos felkérést kérnie, jelezni ezt a problémát, abszolút súly, nagy fajsúlya jelezni, és amennyiben megkapjuk a választ, ahhoz mértem, majd fogunk lépni, de most ezt onnan tüntessük el, és jelezzük a problémát. Rendben, akkor viszont, addig, de azt mondanám rá, hogy ebben maradjunk egy július 10-i határidővel, mert az addig megoldható, hamarabbi határidővel tényleg csak úgy, ha fogjuk is elhozzuk, és majd innen elviszik, ismervén a gyorsaságukat. Elfogadható ez így? Akkor igen, ez a két részlet van a határozott javaslatban. Szavazhatunk róla így?
akkor aki elfogadja, kérem készfenntartsa a szavazatunkat, tehát 7 igennál. Jó, megértem, én sem örülnék neki, most nem erről van szó, hogyha még ha az utcám sarkán lenne, akkor sem. Tehát teszem hozzá, pláne úgy, hogy nem tisztán üveg, mert így büdös is, lom is, lóger is, tehát meg szó szerint a központi helyünket díszíti. Tehát stimmel. Rendben. Azt mondja, Göröspenti Turisztikai és Kulturális Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló. Itt ugye megkaptuk a beszámolót, szintén a Településfejlesztési Bizottság értékelte, nézte át a beszámolót. Igen, igazából köszönöm a szót, polgármester, igazából nem a mi beszámolónk lett volna, de ott, itt volt egy pici probléma a pénzügyi bizottságnál az időponttal, és bejöttek hozzánk. Alapvetően voltam mostanában egy pár ilyen turisztikai beszámolón, volt szerencsém részt venni rajtuk. Nagyon szép beszámolót adtak egyébként, biztosan látjátok az a kiküldött anyagban. És az a lényeg, hogy itt is formálódik a helyzet, voltak kiemelt turisztikai célpontok, célkörök, amik ugye manapság már nem is biztos, hogy olyan nagyon nagy lehetőségek, hiszen talán belettek ezek a kiemelt területek fagyasztva, tehát maradt mi magunknak, tehát egyértelműen összefogva kellene eredményeket elérnünk és fejlődnünk szépen. Az adottságaink azok rendkívül jók, a szabályozást azt folyamatosan meg kell tennünk, abban maradtunk, hogy nagyon jó volt ez a kvázi csendrendelet. Ezt finomítani kell, illetve ha lehetne akkor térségben gondolkodva kellene ezt megvalósítani, hiszen egyébként az a szarvasi sport a biénkre lecsapva csinált egyet, úgyhogy gondolom én, hogy a kis térségben, vagy legalábbis inkább régióban gondolkozva egy közös, egy ilyen házi rendet kialakítva és egy közös gondolkodást kialakítva van potenciál ebben a térségben. Teljesen egyértelmű, hogy fejlesztenünk kellene némi turisztikai attrakció irányába is, és hát egészen egyszerűen én azt javaslom majd a következő testületnek, és szerintem nagyon fontos lenne, hogy közös célokat tűzzünk ki ebben a kérdéskörben, tehát a turisztikában és ennek környezetében dolgozóknak legyenek közös céljaik, és ha lesznek célok, akkor lesznek eredmények is, szerintem ez teljesen egyértelmű, és a mostani kis beruházás kapcsán a táblákat fogunk kihelyezni az üdülősoroknak a iránymutatására, hogy merre találhatok az üdülősorok. Ebben volt még egy kis megbeszélés, ebben van némi munkánk is a bizottsággal, de szerintem a jövő héten ezt megcsináljuk a nektékkel, és utána akkor lesz egy szép kis útbevizető táblasor, békészentanáson az üdülősorokkal kapcsolatosan. Nagyon sok idő volt, nagyon hosszan beszélgettünk egyébként Marianékkal. Voltak bírálatok, voltak gratulációk a TDM irányába. Azt gondolom, szerintem jól döntöttünk, jó, hogy van egy ilyen marketing előttünk, és ebből csak fejlődhetünk. Ennyit tudok polgármesterről beszámolni. Aki kíváncsi még, akkor szívesen elmondom, miről beszéltünk, de szerintem ennyi bőséges elegendő az, hogy az elfogadást javasoljuk, és hogy ti is el tudjátok fogadni. Köszönöm. És köszönöm szépen. Alapvetően ilyen a TDM megpróbált ugye egy csapás irányon elmozdulni, erre nem minden feltétel sikeredett úgy, hogy ők eltervezték. Én, amit el is szoktam mondani, mindig savallom egy kicsit azt a bizonyos hatalmas összeget, amit mi a TDM finanszírozására, fenntartására fordítunk. Valahol visszaköszön különben, tehát ha az ember távlatokban gondolkodik, azért valahol visszaköszön ez a dolog. Valahol én mindig találnék neki egy olyan konkrét helyet, ahol direktbe azonnal el lehetne helyezni, de tény is való, tehát mint ahogy mondtam már az elején is, hogyha valaki a turisztikát preferálja, abba az irányba nyit, akkor azért nagyon fontos minden szegmensét, minden irányát megfogni, és ebben a TDM-ben azért itt megtalálhatók a környék turisztikai nagyvállalkozói is, nem csak az önkormányzatok vannak benne. Én szerintem majd át fog ez formálódni rövidön belül egy másra, más irányra, egy élhetőbb irányzatot. Most, amiket úgy olvasgattam ezzel kapcsolatosan, ezek az információk jutottak el hozzám, de akkor elfogadásra javasolja a beszámolót a bizottság. Van ezzel kapcsolatosan valakinek kiegészítő, hogy parancsoljon? Köszönöm, szóval, polgármester úr. Holnap napon lesz békés szentanulású, a turisztikai továbbképzés.
és a Mariannék arra készül, hogy azért nem tudtak személyesen jelen lenni a testületülésen. Úgy gondolom, hogy így a turisztikai szezon elején ezt a beszámolót, illetve a TDM szervezetet majd az őszi időszakban újra meghívjuk egy bizottságülés, amikor már lemegy a szezon, és lehet konkrét számokról és pontos vendégi éjszakákról és az elmúlt szezonok tapasztalatairól beszélni. Úgyhogy Zsolték meghallgatták a beszámolót, egy tartalmas, elég bőséges beszámoló volt. Azt még tudnotok kell mindannyiótoknak, hogy a május időszakban volt a TDM-nek a közgyűlése, a polgármester úrral egyeztetve, én mentem előtte, nem Csény Zsolt képviselőtársam, és a Békés-Szentvárosi turisztikai fejlesztésekről és az elnyert pályázatokról volt egy kis előadás, és ott mondtam el, hogy milyen forrásokból, illetve mekkora összegekből fogunk olyan fejlesztéseket megvalósítani, ami nem csak a Békés-Szentvárosi lakosok, hanem a turistáknak a megelégedését is szolgálja. Örömmel vették a fejlesztéseket, akár az útépítéseket, felújításokat, akár a személyzetnek a fejlesztési strandnak, kerékpárútnak is sorolhatnám jó néhány percen keresztül, de nem akarom azt, hogy mindjárt tudjátok, hogy közel 2,5 milliárd forintot nyertünk el összességében az elmúlt időszakban, amiből nagyon sok turisztikai fejlesztés lesz. A közvilágítást kell majd még folyamatosan erősítenünk, amit polgármester úr is mondta, egy turisztikai rendezvényen említett, hogy kettő éve küzdünk az EON-nal, három időrös sornál a közvilágítással, és még mindig nem sikerült megvalósítani ezt a projektet. Itt a harcsás időrös sorról van szó, a dinyelapos sorról és az amulító időrös sorról. Meg a gonda. Erre is, illetve a gonda, négyről. Tehát itt is folyamatos egyeztetés van, csak előrébb sajnos nem tudok jutni az EON miatt. Szóval vannak feladatok, akár a tárnáknak a kijelzése, vagy sorolatnám, de erről akkor majd a szeptemberi bizottságülésre kérek újra a TDM-től egy beszámolót, akkor meghallgatjuk őket, és akkor bízunk meg, hogy a testületülés is el tudnak jönni személyesen. A beszámolót én is átfordásra most. Köszönöm szépen. Illetőleg azt is, hogy elmentetek és képviseltek bennünket, nekem akkor ütközött egy másik programma, de így végül is, mint turisztikában jártas képviselőt tudtatok képviselni bennünket, és érdemben is hozzászólni a dolgokhoz. Hiszen még egyszer, ugyanúgy, mint ahogy Robi is másik részről rendszeresen szokott képviselni, illetőleg eljárni a nevemben, hasonló esetekben sajnos ugye az embernek csak egy irányba tud egyszerre menni, és nagyon sokszor ütközik a programokkal, amiből van rengeteg. Jó, köszönöm még egyszer, és akkor szavazásra bocsátanám a beszámolót, aki elfogadja, és egyetértve kérem készfenyítással szavazzunk róla, tehát 7 igennel elfogadta testet, 6-kor. Mert addig tud a téli élőben adni. Akkor hagyd szóljon. Áttérnénk a bejelentések napirendre. Mégpedig a topos pályázatokkal kapcsolatos teendők. Itt ugye egy pici fennforgás volt, hiszen 13 órától a pénzügyi bizottság ülésezett, és ennek a napirendnek megváltoztak a határozati javaslatai, úgyhogy ebben kérnék majd Jaksányi Bagjanec kolléganőmtől segítséget a topos pályázatokhoz, hiszen nagyon sok futópályázatunkon is ezekhez a futópályázatokhoz kell különböző fázishoz, különböző szakaszhoz meghozni a határozati javaslatainkat, és ezek módosultak most délután egy részük legalábbis. Ugye az első határozati javaslatunk az a belvízrendezés pázsító rekonstrukciója részhez tartozik, és ez mivel egészült ki, Anett, kérlek, ismertesd a határozati javaslatot. Tehát az első határozati javaslat a pénzügyi bizottság ülés alapján úgy szól, hogy Békés-Szent András nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy a TOP 2.1.3.16/BS1/2017/0014 azonosító számú Békés-Szent András belvízrendezés a pázsító rekonstrukciója megnevezésű projekt keretén belül további árajánlatot kér a műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátására az alábbi vállalkozóktól: Körös Ród Kft.,
5600 Békés Csaba, Batthyány utca 4, képviseli Károly László, illetve Krátki Terv Kft. 5600 Békés Csaba, Dr. Becsei Oszkár utca 10-12, képviseli Krátki Mátyás. Rendben. Tehát ezekkel a cégekkel egészül ki 5 cégre, ez volt a kérése a pénzügyi bizottságnak. Gondolom akkor a bizottság ezt támogatta, vannak képviselők. Egyesével végigmennék rajta, jó képviselők, és akkor szavazzunk, amelyeket a bizottság javasolt már. Tehát akkor az egyes határozati javaslatról szavazhatunk-e? Aki elfogadja egyetértve, kérem készfenyítással szavazzunk akkor róla. Jó, átkérnék. Bocsánat, tehát 5 igen, és 6 igen, bocsánat, és 1 ellene. Nem figyeltem, elnézést a polgármesterről. Második határozati javaslatunk a szintén ezen a projekthez tartozó kivitelezés teljes körű ellátására vonatkozik. Ez miben módosult? Tisztelt képviselőtestület, ez szintén a fázsítóval kapcsolatos határozati javaslat. Ugye itt a közbeszerzés kapcsán a vállalkozók EKR számával, illetve tevékenységi körével akadtak gondok, és úgy szól a határozati javaslat, hogy Békés-Szent András Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete úgy dönt, hogy a TOP 213 azonosítószámú Békés-Szent András belvízrendezés a pázsító rekonstrukciója megnevezésű projekt keretén belül felkéri a Justícia Tanácsadó Kft-t, hogy vizsgálja meg, milyen feltételek mellett lehetnek alkalmasak az ajánlattételi felhívásra a megadott kivitelezők. Jó, képviselő bizottság ezt a határozati javaslatot ebben a formában támogatta. Igen. Így van? Igen, köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Parancsolja a polgármester. Csak megkérdezném, hogy hogy sikerült a pályázat előkészítés során ennyi dilettáns csapatot összeszedni, akinek még EKR jogosítványa, meg referenciái sincsenek? Válasz? Kérdés elhangzott a polgármester úr részéről, megadom a szót a képviselőről. Köszönöm szépen. A kérdés az ugye, hogy a pázsítónak a kotrására 5 céget jelölt ki a bizottság, akitől erre jártott kérünk el. És ez a kolléganő, aki utána nézett a cégeknek a... Ő a közbeszerző. Igen, igen, a cégeknek a működésének, és hogy minek felelnek meg, ez leírta ezt a véleményt, ami ide van elég. A bizottsággyűlésen elhangzott, hogy van nekünk egy nagyon jól megfizetett cég, a Justitia, aki leellenőrzi ezeket a cégeket. Ez egy új kolléganő volt, aki ezt a véleményt alkotta, ezért a bizottságülésen elhangzott az, hogy kérjük meg ezt a céget, hogy ellenőrizze-e, mert lehetetlen az, hogy egy ilyen volumenű cégeknek ez a száma, ami most nem is tudom mi ez a szám, EKR száma nincsen, tehát valószínűleg egy adminisztrációs hiba lett, vagy miért nincs ide csatolva. De azt gondolom, hogy teljesen jó, hogy 5 cégtől kérünk ellenőrzést, aki a legjobb befutó lesz, az fogja megnyerni ezt a pályázatot, vagy ezt a munkát. Úgyhogy körültekintően alaposan próbálunk körbejárni ahhoz, hogy minél jobb munkát tudjunk végezni. Ezért megbíztuk ezt a céget, ezzel a döntéssel. Megbíztuk, hogy járja körül, hogy valóban vagy megfelelnek, vagy nem felelnek meg erre a munkára. Igazából nem hagy bennünket az idő, 2021 év vége talán a beruházásnak a befejezési határideje. Tehát én azt gondolom, hogy járjuk körbe, és nézzük meg jó, hogy kik azok, akik erre a munkát megfelelőek lehet. Ezt a részét különben én is azt mondom, hogy oké, meg lehet vizsgáltatni, bár a közbeszerző leírta a véleményét, de lehet egy mélyebben ható vizsgálatot is kérni minden további nélkül. Miért ne? Én a cégeket pedig külön nem jellemezném semmilyen jelzővel, hiszen az ugyanolyan cégekben bármilyen másik közbeszerzésnél beívott cégek, akár a gondolaposi útnál, akár a kerékpárutaknál, akár melyiknél. Tehát, sőt, ezek közül valamelyikekkel már dolgozott is többször az önkormányzat. Tehát abban is óvatosan ezekre a véleményekkel. Igazából a bizottsági előterjesztés, tehát nem a közbeszerző hibázott, így úgymond, mert ő már leellenőrizte, és nincsenek a listán rajta ezek a cégek, nyilvánvalóan nem jelezte volna ezt, de biztos még egyszer leellenőrzi. Igazából a bizottság terjesztette elő ezeket a cégeket, tehát a ti bizottságot. Úgy, mint a korábbiakat is, ahol pont a cégedre szerepelt akár többször is.
azért... Hát jobban meg kell vizsgálni, hogy szakcégek legyenek, akinek van referencia. A Justitia pont azért kap ennyi pénzt, amennyit kap, hogy ezeket a dolgokat felülvizsgálni. Mi laikusak vagyunk ez, ezért van ő, aki ezt jogszerűen megnézi, és elbírál, hogy egyáltalán, most arról beszélünk, azt a képviselőség, hogy árajáratot kérhetünk-e be ezekre a cégekre. Képviselő, nem ők fogják kérdezni. Én most akkor pontot tennék a mondat végén, és úgy gondolom, hogy egy másodlagos ellenőrzés soha nem okoz problémát. Én azt hiszem, hogy erről szavazhatunk nyugodt szívvel, majd utána legfeljebb megbeszéljük a részleteket, amikor lezárult a testületülés. Szavazhatunk róla? Aki egyetért vele a második határozati javaslattal, kérem szépen készenlátásra szavazzon. Tartózkodik? Nem. Tehát 6 igen, 1 nem arányjal fogadta a testület. Jön a 3-as kar. Bocsánat, csak közben én papírolatra férek az elektronika helyett. Igen, tehát ez a belvizesnél úgy néz ki, ugye, hogy marad fenn keretünk, a Toposnál a megyei önkormányzat jelezte, hogy van lehetőség belvizes projekt, ami a TOP 213 kötőjel 16-os projekt, ezen belül beadni pályázatot. Itt, ha jól tudom, akkor majd Anett kijavít, ha nem jól mondom, a bizottság úgy döntött, hogy adjuk be a pályázatot, illetőleg bízzuk meg a KBC-t a feladat promotálásával. Igen? Oké, köszönöm a szóbolgástól. Tehát ez a kettes ütem, ami elmaradt korábbi években, tehát a 44-es, hogy a Kecskemét felé megyünk, a jobb oldali rész, a településnek a 44-es alá számított jobb oldali része, erre kidolgozott tervek vannak, az alpolgármester úr készítette a terveket, ugye a 2 évvel ezelőtt, és ezeket a terveket aktualizálni kell, azóta ugye a település üzemeltetési csoportunk jó néhány csapadékvíz elvezető árkot kiépített, hátereszeket épített ki, tehát azokat valószínűleg ebből a pályázatból ki kell venni és módosítani kell, de ezt majd a KBC, a tervező alpolgármester úr is fogja véleményezni. A bizottság úgy döntött, hogy mindenképpen adjuk be ezt a pályázatot, hiszen van benne többletforrás, lobbizunk a háttérből, hogy mindannyian, hogy ez a pályázat nyerjen. És a KBC készítette ezt a pályázatot 2 évvel ezelőtt, ugyanúgy, mint a többit is, ezért gondoltuk, hogy ugyanúgy ezt a feladatot, hiszen minden információnak a birtokában vannak, van velük szerződésünk is, megvan az összeg is, amiért ezt a pályázatot annak idén elvállalták, ugyanannyiért vállalnák el, semmit nem emeltek az elmúlt 2 év alatt, mert a polgármesterben patumban ad a újratervezésnél, illetve az beleférne, vagy ezzel a meglévő állapottal adjuk be a terveket, és ha nyer, akkor utána tudjuk majd módosítani esetlegesen a szükséges beruházási részeket. Itt most az arról szól, hogy adjuk be, és elbizsgáljuk. Én egyetlen egy kérést tennék inkább a testület irányába, hogy jelen pillanatban én a határozati javaslatot, hogyha elfogadnátok előttében, akkor csak az első felét fogadnám el, azt, hogy szándékunkban áll benyújtani ezt a konstrukciót. Ne szabjuk már meg jelen pillanatban, hogy ki által, mi által, ez legyen egy következő testületi döntésnek a része. Parancsoljon! Oké, értem. Azzal a gond, hogy a két variáció van, hogy a KPC, akinek már 1600-ben, és ideig a 9 nyertes, vagy 9 pályázatot adtunk, mind a 9 nyert, amit ők adtak be, vagy átadjuk a megyének, gondolom arra gondoltál. Nem gondoltam én konkrétan. És az a baj a megyének, hogy a következőben mindjárt kiderül, hogy a művelődési háznál is az a baj, hogy a megyénél annyira le vannak terelve, és olyan felületesen végzik sajnos a munkát, hogy azt a döntést, amit annak idén elfogadtunk a művelődési háznak a tervezésével kapcsolatban, vissza kell most vonnunk, és újra árajátokat kell bekérnünk, mert ahogy elfogadtunk árajátot, arra 3 millióval több. Szinte mindenben elszálltak az árak. De nem azért, nem volt jól kiírva a pályázat, hogy mire kérünk az árajátot. Tehát ebben a megye ismételten hibázott. És mi azért gondoltuk, hogy ha már a KBC-nél ez a történet áll, és abban elsőről együtt dolgozták ezt ki, ezt a,
egész beruházást, akkor talán ez van a leggyorsabb, hiszen nem sok időnk van rá, nyár közepéig be kell nyújtanunk ezt a pályázatot, mert mindenki rá fog csapni. Hát azt gondolom, hogy most egy június második felében július 31, nem húzzuk tovább, ez ki van dolgozva, készen van, toljuk be, és próbálj meg hátulról minél jobban segíteni, hogy nyerjen ez a pályázat. Ez egy 100 milliós nagyságrendű pályázat. Ez szó szerint hát kereken 100 millió forintról szó. Igen, amivel megkerestek, hogy nyújtsunk be rá, hiszen tudván tudja a megyei önkormányzat is, hogy nekünk be volt nyújtva ez a pályázatunk, csak ugye ezt vontuk vissza, amikor a Csaba Csüddel közös lehatárolt részből visszavettük, tehát ez egy komplex pályázat, így van, tehát ezt vontuk vissza mi. Rendben. Én el tudom fogadni ebben a formában is, én egyetlen egy dolgot látok fontosnak ebben, hogy nyerjük meg. A többi nem érdekes. Alpolgármester úr, két szót, parancsoljon. Egy mondatot szeretnék hozzáfűzni, ami Barna képviselő nem teljesen szabatosan fogalmazott, hogy fejezzem ki így magam. Tulajdonképpen valóban részt vettem a pályázat előkészítésében, segítettem a műszaki kolléganőknek és a KBC-nek is. De a tervezést nem mi csináltuk. Tehát ez még nem tervezés szintű anyag. Ennek a tervezését meg kell rendelni bárkitől. Vízjogi engedélyt kell hozzá szerezni, költségvetést készíteni hozzá. Tehát még sok előkészítő munka van hátra, tehát még korán sem állunk ott, hogy már a tervekről beszéljünk. Ez egy tanulmány vázlatterv tulajdonképpen, amit segítettem a KBC-seknek, hogy egyáltalán beadható legyen a pályázat. Köszönöm, én úgy tudtam, hogy tervezték. Bocsánat. Általában mindegyik műszaki pályázatban eddig segítünk. Csak hát nyilván nem tudjuk. Teljesen egyértelmű. Igen, hogy milyen, tehát milyen szintű, milyen mélységű, tehát van ennek még. De azon már be lehet adni. Beadható. És utána meg lehet tervezni. Hát újra kell költségelni, és... Igen, de abban a munkában, amit elmondtam, hogy bizottságra is elhangzott, hogy melyik utcákban valósultak meg ezek a fejlesztések ahhoz képest, ami két évre ezelőtt elkészült. Lehet, hogy éppen azzal a csökkentéssel lehet árban maradni nagyjából. Hát azért ebben bele kell nézni, de meg kell adnunk, hogy tudjunk rá lobbizni és nyerni. Rendben. Lényeg az, hogy adjuk be, nyerjük meg. Elfogadható? Akkor szavazzunk róla így az eredeti határozatot. Köszönöm szépen. És akkor van, amit Antal, itt említettél, ugye, hogy vissza kell... Igen, de még előtt van egy a bölcsi. Olyan egy 4-1-16-os, így van. Konstrukció. Itt annyi, hogy amennyiben ugye kiíródik olyan jellegű pályázat, amivel a bölcsödére végre tudnánk már pályázni. Most itt a topon belül úgy néz ki, van lehetőség, akkor a pályázatot nyújtsuk be. Mert ugye erről szól a történet. Mindenképpen szeretnénk már a bölcsikének is nyerni, bár ugye a legújabb intézményünkről van szó, de azért szeretnénk nyerni. Erről szavazhatunk? Annyi, hogy két részlet van, tehát két helyen tudunk pályázni. Egyik ez a topos, a, meg a, magyar a másik pedig a magyar falva, úgyhogy megpróbálunk vagy mind a kettőn nyerni, vagy legalább valamelyiken. A férőjegy bővítés az belefér 20-26-ra, tehát csak hozzá kell építeni a különböző kiszolgáló egységeket, az udvart felújítani. Jó. Majd támogattuk, hogy elindítjuk. Tudom, hogy időben annyit hozzátennék, hogy a magyar falakban az óvodára van a pályázat kérés, tehát arról külön kell döntenünk. Az meg majd különböző. És hogy adjuk be azt. Rendben. Most a topba, hogy adjuk be, erről tudunk dönteni. Akkor aki egyetért vele. Akkor hét igennel, és akkor én most itt élőben elbúcsúznék a kedves nézőktől. Jó munkát kívánok Szenes úrnak a elkövetkező műsorban. A testületülés végét pedig a hétvégi ismétlésben már majd meg lehet tekinteni, hogy miről szólt, hiszen még igen sok bejelentés van előttünk. Illetőleg 5 perc szünetet rendelnék el, most jelentének azon. Nem pedig végig? Ja? Nem, ha már elrendeltem, nem. Én fejben már megszavaztam a következőt is. Tehát akkor folytatnánk a ülésünket, mégpedig az első bejelentések 5. határozati javaslatáról. És én javaslatot tennék akkor, hogy erről a határozati javaslatról későbbiek során döntsünk már, mert nem fogunk tudni most az pontos ismeretek tudása nélkül határozni róla. Elfogadható-e ez a testület számára, hogy elnapoljuk az 5. határozatot? 5-ös és 6-os. 5-ös és 6-os
határozott javaslatokat. Igen, de az, hogy a korábbi döntésünket visszavonjuk. Így van. Arról, ami nem volt teljes a... költség. Az is műfáz. Igen. Plusz költségről. Nem volt teljes az információ, ami alapján erre jelentett utat. Úgy, és akkor ezt később évben rendkívüli folyamán majd eldöntjük. Aki elfogadja egyetértve, akkor szavazzunk róla, jó? Köszönöm szépen, tehát 7 igennel a testület elfogadta. Következő 2019. évi OBOA kurzus támogatása. Ugye minden évben megrendezésre kerül a nemzetközi OBOA tábor településünkön. Megkérném az itt élvezőinket, hogy csöndesebben egy picikét. Pletyóznak. És ha jól tudom, úgy döntött a pénzügyi bizottság, hogy 50 000 forint támogatja a tábort. A szokásos módon parancsoljuk itt. Köszönöm, polgármester, nem mi döntöttünk, hogy ezt a javaslatot kapta meg a pénzügyi bizottság, hogy 50 000 forint az önkormányzat támogatni. Mi ezt támogattuk, tehát elfogadásra javasoljuk a képviselőtestület felé, egyébként pedig a iskolai kollégiumot használnánk szálláshelyként, tehát gyakorlatilag ez az összeg vissza is. Így van, csak az egyszerűség... Tehát az egyszerűbb így, mint az intézmények keretbe számlázni egy támogatást, egyszerűbb az, hogyha megkapják ők a támogatást, ezt befizetik és egybe megy a történet. Elfogadható így, kérem szavazzunk róla. Köszönöm szépen, tehát 7 igennel a testület egyhangulag elfogadta. Megvan, hogy mikor lesz? Tessék? Megvan, hogy mikor lesz? Meg a július utolsó hete, ha jól emlékszem. Ha jól emlékszem, július utolsó hetére tevődik. Tehát nem ütközik máshol, az biztos a lobotábor. A következő az a kehopos pályázattal kapcsolatos intézkedés. Itt ugye most két kehopos pályázatunk van. Az egyikkel kapcsolatban van a testülettől egy felhatalmazásom, mégpedig az ivóvízes projekttel kapcsolatosan, hogy a változásokat alá tudjam írni. Én itt majd kérném hasonlóképpen, hiszen egy olyan pályázatról van szó, amit a NIF ZRT bonyolít állami pénzből, tehát igazából az önkormányzat csak megnevezett nyertese a pályázatnak, és a végrehajtás minden más rajtunk kívül áll, viszont alá kell írnom rengeteg dokumentumot, ami bejön a testület elé. Úgyhogy ez erről most majd kérnék szavazást, és utána kérnék egy második határozott javaslatot a testülettől, hogy kapjam már meg a lehetőséget, hogy aláírjam ezeket a szükséges dokumentumokat, hiszen mindig így felesleges köröket vagy rendkívülit kell tartani, amiatt, hogy egy-egy ilyen határozatot meg kell hoznunk. Természetesen a tájékoztatás mindig bejön a testület elé, hogyha soros ülést tartja ezzel kapcsolatosan. Elfogadható ez így? Pénzügyi bizottságon volt a téma különben. Köszönöm a szót, polgármester, természetesen nem is kérdés, és nagyon örülünk, hogy az 1,7 milliárd forintos keretet felemelték 1.375 millió forintra. Így van. És bízunk benne, hogy minél hamarabb meg lesz, és nem ahogy Roberto említette, hogy 2022-re, hanem bízunk benne, hogy talán egy kicsit hamarabb. Őszintén, hogy elmúlt hét előtti héten Budapesten fönn voltunk ennek a projektnek a megnyitóján, a Paré Tamás úr arról tájékoztatott bennünket, tehát hogy Békés megyének 3 ilyen kaliberű projektje fut. Plusz állami forrásokat rendeltek mellé, többek között azért, mert ugye az építésben az árak emelkedtek, nem akarnak később utólagos határozatokkal kiegészíteni, hanem eleve megemelték a projektköltségeket, és arról tájékoztatott, hogy nagyon szeretnék 2021 év végére lezárni, mint ahogy Hévízi képviselő mondta, hogy a 22-es megvalósulással ezt a projektet. Tényleg nagyon-nagyon sok pénzről van szó. Ha mellé teszem azt, hogy Békés Szent András, amikor nettóba pályázati pénzek nélkül működik, akkor olyan 600-700 millió forintból működik évente. Hát az annak a kétszerese, amit egy szennyvíztelepen megvalósul, amit tehát magyarul a falu 2 éves költségvetése összpontozódik arra a kis 1 hektáros területre. Óriási nagy pénz, hogy 1375 millió forintról van szó, és ez bízom benne, hogy utána azért akár a környezeti szempontból, a környezeti terhelés szempontjából is, illetőleg a újabb ipari szennyezések szempontjából is könnyíti a település életét. Rendben. Szavazhatunk erről a határozati javaslatról, ami a
napirendben van, aki elfogadja, kérem készfenntartással szavazzunk róla, és akkor kérném azt, hogy egy második határozati javaslatban ezen a körön belül, hogy hatalmazzon fel a testület arra, hogy aláírhassam ezzel a kehopos szennyvizes pályázattal kapcsolatos alapi formákat, és utána természetesen tájékoztatom erről a testületet. Aki elfogadja, kérem készfenntartással szavazzunk róla. Köszönöm szépen, hiszen itt ugye pénzmozgás állami szinten lesz a NIF és a LEUS pénzalapok között. A következő az általános iskola és óvoda épületének nyári felújítási kérelme. Itt tudom, hogy a bizottságnál is problémát okozott és kérdésként jött föl, hogy az iskola, illetőleg az önkormányzat között mi van a szerződésben, egy picikét rákészültem, és majd utána megbeszéljük. Tehát a kettőnk között, az önkormányzat, illetve az egyház között kötött szerződés harmadik pontja szerint az önkormányzat vállalja, hogy a szükséges épület állagmegóvási munkálatokat saját költségén elvégzi, az elhasználódott berendezési felszerelési tárgyak pótlásáról saját költségén egyeztetést követően gondoskodik. És mellé én megkerestem pontos meghatározásban, hogy mit jelent az állagmegóvás. Tehát állagmegóvás meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helység, kár megelőzése, kár elhárítása, rendeltetésszerű és biztonságos használata alkalmassága érdekében végzett, az eredeti állagnak visszaállítását szolgáló építési tevékenység. Tehát igazából ugye az állagmegóvás az arra vonatkozik, hogy az az állapot megmaradhasson, teszem azt, amiben 2012-ben átadta az önkormányzat ezt az intézményt. Tehát ehhez a karbantartáshoz hozzátartozik itt a festés, meg némi kőműves munka, javítási munka, hogy meglehessen. És ugye úgy tudom, hogy az eredeti elképzelés szerint erre le akart a testület 500 000 forintos összeget különíteni. Én arra tennék javaslatot, minek utána most tényleg megnézegettem a szerződést, a vonatkozó pontokat, hogy tegyük már ezt meg egyik oldalról, mert ha ezt a pontot napoljuk, az iskola karbantartása az csak most lehetséges ebben a szűk, rövid nyári időszakban. Másik részről igazgató úr azzal kéréssel fordult felénk, hogy a mai napon tegyük meg ezt a döntésünket, mert nem tudja addig a saját fizikai állományát szabadságolni, hiszen náluk is azért a szabadságolás a nyári ütemtervre esik, illetőleg a pedagógusoknál is ugye a szabadságbeosztás gondot okozhat. Tehát ez fordult azzal a kérésre, hogy hozzuk már meg ezt a döntésünket a mai napon, illetőleg ugye a döntés két irányú lehet, mert lehetett volna itt az intézmény felé fordulni, hogy a karbantartási munkálatokat, mint intézmény végezze el, de itt intézményvezető úr is jelezte, ugye, hogy ez az ő fizikai állománya, festők, kőművesek kevés, illetőleg a feladatuk pedig nagyon nagy mennyiségű, ami van. Ezért is jött fel ugye az a határozati javaslat, hogy 500 000 forintot lekülönítenénk ezekre a munkálatokra, melyeket végül is külső vállalkozókkal meg lehetne oldatni az intézménynek. Én arra tennék javaslatot, hogy térjünk az eredetihez vissza, ne napoljuk el, és kérném a testületet, hogy szavazzuk meg ezt. Már csak azért, hogyha most megnézem tehát az állagmegóvásra, tulajdonképpen belefér az, hogy az iskolát normál állapotba katyába rázzuk. Most véleményre tenném akkor a szót, beszéljük már meg ezt a dolgot. Itt nem áterültetni akarok semmit, én meg azt szeretném, hogy haladjon ez a történet is. Ugye a pénzügyi bizottságon volt, azért egészítettem ki, hogy megnéztem, hogy hogyan is szól pontosan, hiszen nem volt előttetek maga a szerződés. Úgy kívánja a tisztesség, hogy először én kérjek szót, mert hiszen volt telepési üzemeltetési bizottságot, és nagy rutinnal átpasszoltuk a pénzügyre, de egyébként teljesen előkészítetlen volt a dolog. Ugye jól tudjuk, hogy ezt a szerződést azt még az a testület kötötte, amiben még olaszínű és mondanám is benne volt. Ebből a szerződésből én sok részletet nem láttam. Nem hiszem, hogy túl nagy, persze menni szeretnénk, nem egy bonyolult szerződés lehet. Viszont egyet biztosan láttunk, hogy jó sok felsorolás van benne. Évközben viszonylag kevés egyeztetés van a igazgató úr és közöttünk, és ezért egy picit most ez ránk szakadt, és azt láttuk, hogy az intézmény nem fogja tudni megcsinálni. Ezért volt egy átadó javaslat részünkről,
hogy bár nem tudjuk, hogy mennyit, akkor csak elhangzott egy összeg, hogy nyilván 500 ezer fonttal tudnánk segíteni a gyerekeinket, azért, hogy tiszta és normál esetben megkerüljenek. Viszont azt szeretnénk, hogy ezt majd utána tisztába tennénk, de ez majd egy következő bizottságülés kérdés lenne. Viszont így tudnánk viszonylagosan termetesíteni az intézményt, az alól, hogy a elvégzendő feladatokat meg tudják tenni, és itt pedig akkor mégiscsak adtunk hozzájárulást, és nem is keveset. Tehát ez volt a mi javaslatunk, de a pénzügyi bizottság felé is viszonylag hasonlóképpen került, tehát ők sem tudtak bölcsebbet mondani. Így van, azért is nézegettem én is utána, most a mai délutánon, hogy tulajdonképpen mik is a feladataink, mert a szerződés nálam sem volt meg itt, tehát őszintén én is úgy kértem fel a hivatalnok hölgyektől, hogy valaki adja a kezembe, megnézegettem, tényleg azt mondom, hogy szeretnék segíteni a dolgon. Igen, mi is egyébként a mi javaslatunkban az állatmegóvás a tisztasági festélyt nem tartalmazza szerintünk, de ez egy másik kérdés, ez most már csak saját vélem. Jó, parancsolj. Köszönöm én csak annyit, hogy a felsorolásban volt az öltözőknek a felújítása, hogy azt elsőleges helyen kezeljük, mert ezt nem csak gyerekeink, hanem mindenki használja a műfüves fáj miatt. Tehát az, ami állapot, amikor utoljára voltam, nem is fogok többet menni, hanem műfüvesre, akkor elég katasztrofális állapotban van az a két öltöző. Tehát, hogy az mindenképpen az legyen az elején a felújítása. Hát illetőleg a tantermekben is. Tantermek is, de nem csak a gyerekek, hanem az egész lakosság használja. Felújítás. Én is azért mondom, hogy addig jutottam, azt láttam a Települési Döntési Bizottságtól följövő javaslatot. Én is azért mondtam, hogy megnézegettem, hogy kérném a testületet, hogy támogassuk már ezt, és majd esetlegesen ennek a közoktatási és nevelési megállapodásnak az újra tárgyalása. Ez lehet egy új testületnek a akár feladatköre is, hiszen mindenképpen föl is kell venni a kapcsolatot, és megbeszélni a részleteket, hogy mit is értünk ez alatt, lehet itt részletezni a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül saját gyermekeink egészségét, illetőleg nevelését szolgálja, és amennyiben ugye az intézmény tevékenységében már nem fér bele a dolog, én úgy gondolom, hogy itt tehermentesítik legegyszerűbben az iskolát. Elfogadható ez így, képviselő úr? Parancsoljon! Köszönöm szót, polgármester úr! Tárgyalató bizottság ülésén is azt gondolom, hogy egyikünknek sem, aki itt az asztalnál, nem kérdés, hogy teljes vászélességgel támogatjuk az iskolát, és az önkormányzat anyagi forrásaihoz képest, amennyit csak tud, az intézménye tudná, vagy tudhatja, vagy szeretné költeni. Én máshogy fogalmazom, vagy máshogy állni kell ez a dologhoz hozzá. Pár hónapunk van ebből a ciklusból, utána választások lesznek. Sajnos az elmúlt 5 évben az igazgató urat egyetlen egy bizottságülésen és egyetlen egy testületi ülésen sem láttuk személyesen. Mindegyikre meg volt hívva, az összes művelődési bizottságülésre és az összes testületülésre is meg volt hívva. Sajnos nem vett részt, nem vett jelen ezeken a bizottságüléseken vagy testületüléseken, ahol az iskolának a minőségét, állapotát, állatmegóvását, a gyerekeknek a létszámát, sorolhatnám, hogy mindent át tudnám beszélni, sajnos ebben abszolút nem volt partner az igazgató úr, és azt gondolom, hogy a következő képviselőtestületnek ezzel mindenképpen mélységében és gyökereinél kell kezdeni a kezelését, hogy fejezzem így ki magamat. Az a javítási kérelmek önkormányzat, tehát amit itt kaptunk, hát azt gondolom, hogy magyarórán nem ezt tanítják, hogy ezt kell bedobni a képviselőtestület felé, nincs aláírva, gyakorlatilag semmi nincsen, egy megszólítás nincs benne. Az óvodánál van természetesen, ott részletesen le van írva, és ott az óvodánál egy kérelmet kaptunk Ház Imrénétől, óvodavezetőtől, aki alá is írta és le is dátumozta a kérelmet. Természetesen az 500 000 forintot a bizottság megszavazta, hiszen a költségvetésünk erős lábokon áll, és akár még többet is tudnánk adni, de ahogy említetted te is, polgármester úr, meg Zsolt is, vannak azért itt olyan dolgok, amik nem az állatmegóvás, hanem a napi karbantartás elmulasztása miatt vannak felsorolva, és azt gondolom, hogy ezeket a
ezeket a nem is felújításokat, hanem napi karbantartásokat, ezeket az ott dolgozó karbantartóknak szerintem kötelessége lenne elvégezni. Vagy olyan sokan, akik hogy nem tudják, vagy kevesen vannak is azért nem tudják. Ezt én nem tudom minden pontosan megfogalmazni, de hogyha ilyen problémái vannak az iskolának, hogy le van rohanva és mindent festeni kell, minden tantermet, folyosót, mellékhelységeket, akkor szerintem egy igazgatónak úgy a kötelessége fölvenni a kapcsolatot a tulajdonos önkormányzattal és jelezni ezeket a problémákat. Nem június 24-én, amikor benne vagyunk a tanítási szünetben, hanem mondjuk áprilisban, hogy egy önkormányzat fel tudjon arra készülni, hogy egy 2,5 hónapos nyári szünet alatt milyen felújítási munkálatokat kell elvégezni az iskolában. Mert azt szeretnék, hogy minden gyerekünk ott kultúrát normális körülmények között tanuljon meg, többet vannak ott, mint otthon. Tehát én azt gondolom, hogy ez lenne egy reális hozzáállás az a dologhoz. Az 500 000 forintot az természetesen a bizottságunk egyhangulat támogatta a képviselőtestület felé. Hogyha azt gondolom, hogyha nyáron esetleg ebből nem futja még, akkor szerintem rendkívül testületi üléseket fogunk összehívni a nyár folyamán, biztos vagy benne. Általában szokott 1-2-3 hetente lenni, még nyáron is, akkor akár ezt ki is tudjuk egészíteni, hogy valóban szeptemberben úgy tudjanak, hogy gyerekeink kezdve az iskolában, hogy kultúrát körülmények között. A jövő időszakot meg majd meglátjuk, hogy mit hoz az ősz. Rendben, végül is van igazság abban, amit a képviselő úr mondott, bár mondom, nekem nem tisztem, hogy most az iskolaigazgató éppen viselkedését, hozzáállását, vagy bármit minősítsem. Én sem minősítettem, csak ugye elhettem. De, vagy éppen a magyar tudását, teljesen mindegy, de én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül fontos az, hogy meglegyen ez a feladat, és az iskola meg haladjon, hiszen saját gyerekeink járnak oda, úgyhogy az, hogy az intézmény mennyiben tudja, mennyiben nem tudja ezt megcsinálni, ugye az elmúlt 30 évben ez nem okozott problémát, az idén gondot okoz, ennek ugye a létszámhiány, szakemberhiány is a problémája. Illetőleg még van egy csatolódó dolog, amivel nagyon-nagyon sokszor keresnek mostanában, hogy tragikusan komikus a kerékpárutunk környéke, hogy lassan már csak ilyen egyszál tarzanösvényen lehet bejutni Szarvasra a kerékpárúton. Itt azért elmondanám intézményünk védelmében, hogy a közútkezelő 2018-ban a főutak mellett lévő kerékpárutak kezelését átvette és kiadta magánvállalkozóknak. Tehát úgy gondolom, hogy addig, amíg hozzánk tartozott a történet, addig rendben volt ez a dolog. Másik részről, ugye ez a közútkezelőhöz tartozó rész, ez szerintem maximum egy méter a két oldalra, és a mellette lévő terület kezelése majd az intézményünkre fog szorulni, hiszen ott egy szélesebb darab a miénk, de ettől függetlenül maga az útra, kerékpárútra, az amúgy is nagyon vacak kerékpárútra behajló fű levágása, az a közútkezelő által megbízott szarvasi vállalkozásnak a feladata lenne. Aki májusban nehezményezte, nagyon akart jönni vágni, hogy ott vannak a galjaink, május derekára végére eltűntek onnan a galjak, lemulcsoltuk, a fűvágás azóta is várat magára. De előbb-utóbb kérek az intézménytől egy kaszát, és nekiállok én, hogyha több kettőnél komolyan mondom. Nem az intézményt hibáztatom ezzel véletlenül sem, mert van feladatuk bőven, elég 20 hektár területet kell vágniuk, nagyon kevés létszámmal. Tehát ebből, mondom, komoly pénzért csinálja tőlünk idegen vállalkozás, vagy nem csinálja pontosabban ezt a dolgot. Úgyhogy ezt mellékesen csak hozzátettem volna a szintén ilyen jellegű karbantartási munkákhoz, hogy nagyon sok panasz jön, de nem az illetékes találja meg most itt jelen pillanatban, hanem teljesen fölöslegesen bántják most épp az intézményt, emiatt a probléma miatt. Köszönöm. Parancsoljuk is. Csak belekapaszkodom ebben a gondolatban, amit mondta itt a kerékpárúttal kapcsolatban, úgy gondolom, hogy teljes mértékben igazad van.
és egyetértek vele, viszont ha már egy ilyen helyzet van, akkor figyelmeztetni kell a kezelőt, elsősorban a közutat, hogy nem végzik el a munkáikat. Miért nem? Mondjanak valamit. Miért nem javítják meg az átjárót a keresztődésbe? Komolyan mondom, hogy hála jó Istennek, de naponta kardélen van egy baleset, hála Istennek, de nincsen még hogy semmi gond. Katasztrofális egyébként. Nem hiszem, hogy erre nincs keret, erre nincs pénz. Ha azt meg tudják csinálni, hogy itt hónapokon keresztül a fakiszedéssel foglalkoznak, és szakosabban kiszedik, mint mi. Tehát abszolút. Főleg azokat, aminek a fűtéssel kapcsolatban csak van lehetőség, a gajat meg elégetik. Tehát sok minden történik, jó történjen, de csinálják meg ezt a feladatot is, amihoz. És hogyha azt kiadják valakinek, akkor kérjék számon rajta. Ez az egyik. A másik pedig, mint ahogy valami képviselőtársam említette, hogyha szükség van, akkor még tudjuk pótolni ezt az összeget. Jó, ebbe egyetértek, de attól függetlenül ez ne jelentse azt, hogy most már akkor, hogy úgymond dős van. Mivel anyagi támogatást biztosítunk, akkor valamilyen szinten ellenőrizik azt, hogy hová lesz az felhasználva, hogy lesz felhasználva. Tehát valaki legyen, gondolom, aki ezeket a munkálatokat ellenőrzi, hogy megfelelő módon kerülnek a felhasználásra. Én is úgy gondolom egyik részről azt, hogy itt az önkormányzat, ha ezt az összeget megszavazza, akkor a számlák az önkormányzat nevére, mint az önkormányzat épület javítására lesznek kiállítva. Ennek tükrében pedig, amikor a vállalkozó felvonul, akkor nem csak az iskolának, hanem nekünk is jelezzen, és igenis, ha más nem, a műszaki ellenőrzését megoldhatjuk ennek a dolognak, hiszen ha már az állagmegóvása az önkormányzat feladata, úgymond, akkor az állagmegóvás elvégzésének ellenőrzése is az önkormányzat feladata, tehát én is úgy gondolom, hogy abszolút módon, és szerintem itt ebben azért Andrásékra, az intézményre számíthatunk, hogy műszakilag le tudják ellenőrizni az elvégzendő munkákat, illetőleg be tudják határolni azt, hogy hova, mekkora összegű pénz megy el, hiszen azért van ilyen jellegű munkás. Itt is Stefan Kőmös is van, Viktor is be tudja sakszolni, hogy megfelelője az összeg, ami kifolyik. Én is úgy gondoltam, hogy ellenőrzéssel menjen ez a dolog minden további nélkül. És arra pedig szeretnének megkérni, hogy jelezd a közút felé, hogy átlánatotok annak a kerékpárjuk. Így van, eleddig ugye annyiban történt ez a jelzés, hogy én megkértem Andrist, hogy Andris jelezze a vállalkozó irányába, ami meg is történt különben legalább 2-10-ben. Nem sikerült ideérnie, most akkor majd Virág úrnak jelezzük, hogy legyen szíves nézzen rá a dologra. Ezt én meg tudom tenni, illetőleg a holnapi nap folyamán akkor a hivatalból megteszük. Hivatalosan is. Köszönöm a szót. Nagyon jó, annyi jó ötlet hangzott itt egyébként, hogy már most kapkodom a fejem, de erre utaltam egyébként tehát vannak szokásokon alapuló kivitelezések, így a kaszálások és az egyéb épületállak megóvások és minden más. Ezt nem tudja már az intézmény megvalósítani, mert hogy a 100 ennyi-mennyi közfoglalkoztatott sajnos kijött a rendszerből, és abban nagyon sok jó ember volt. Hál' Istennek meg is találtak el őket a versenyszférában. Nem is feladatuk végül is, tehát igazából amit ugye ránk kényszerítenek kívülről, azt mondják, hogy rendben van, és innentől az állam átveszi a fenntartását. Igen. Igaz, hogy a hódúrás nem végzik el rajta, igaz, hogy ezt nem, azt nem, kiadják külső vállalkozónak. Úgy látom, még a rendszerben ez nem működik náluk sem, a visszaellenőrzés része a dolognak, de majd akkor marad, hogy felhívjuk a figyelmüket is. Annyi van, hogy a bizottság megkérte a hivatalt, tehát mi már a bizottsági szinten megfogalmaztattuk a levelet, és elküldése készen a polgármesternek bemutatják, hogy pont a átjárónak a lemarása, illetve a patkakaszálás, illetve ennek a területnek a kerékpárút melletti területnek a kaszálása is benne foglaltatik. Majd Anett hozza a levelet, ezt megvan, vagy elő van készítve, illetve kérte a bizottságot. Komolyan bosszantó, én is direkt kijöttem valamelyik nap kis motorra, már csak hogy végig tudjam nézni. Leveri az embert a motor, és ha pláne ha találkozik valakivel, tehát még egyedül csak van egy ösvény, de ha találkozik valakivel, akkor katasztrófa. Köszönöm a szót, polgármester. Kicsit elkalandoztuk az iskolától. Igen. A kerékpárút felé, de itt járunk, és aztán remélem, hogy visszakanyarodunk, akkor a 44-es fiúk melletti patkát is célszerűen jelezni, hogy nyírják le. Benne van. Jó, és szerintem kanyarodjunk vissza, súlyozva a következő pont a cselebrő és üzemeltetési intézmény. Én úgy
fogalmaznék, ezzel együtt is, hogy döntsünk akkor a határozatról, jó? Az iskolával kapcsolatban. Tehát aki elfogadja az előtti 500 000 forintos határozatot, akkor kérem készfenyításra szavazzunk róla. Köszönöm, tehát 7 igennel elfogadtuk, és akkor majd most térünk rá az együttműködési megállapodás kémények ellenőrzésére. Itt ugye följött az elmúlt alkalmak során, hogy van sokkal kedvezőbb lehetőség arra, hogy amúgy kötelező ellenőrzéseket megtartassuk, és ennek tükrében a legkedvezőbb ajánlatot a Szegedi Kéményseprőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Adta nettó 113 000 forint szolgáltatási díj mellett. Ez volt a pénzügyi bizottság előtt döntésként. Igen, köszönöm szépen, polgármester úr. Ugye a bizottsági ülésen bejött egy árajánlat, kéményseprésen 220 000 forint értékben, vagy 221 000 forint értékben. Megfelelődöttünk még egy pár céget, vagy a káraját, ebből lett 113 000 forint, ami nagyjából a felett, úgyhogy ezt elfogadtuk és támogatjuk. Hála jó Istennek, örülök neki, bár itt is lehetjük hozzá, az iskolának nagy kéménye van, lehet, hogy neki 200 szolgat lesz. Nem, nem is. Rendben, akkor aki elfogadja és egyetért vele, kérem szavazzunk róla. Tehát 7 igen, a testet egyhangulag elfogadta. Következő, település üzemeltetési intézmény 2019. első fél évi terveit, itt ugye a TÜV bizottság előtt volt. András, én megkérnélek, hogy röviden egész is ki, légy szíves. Köszönöm szépen, polgármester úr. Táblázatos formában számba vettem azokat a feladatokat, amik részben tevékenységünk, alaptevékenységünknél fogva szerintem az év hátrajövő részében elvégzésre kellene, hogy kerüljenek, illetve azok, amiket ezen túliként a képviselőtestület különböző határozatokban meghatározott részünkre. Szinte minden hónapban vannak nem is egyszer egy, hanem több olyan jellegű munkák, amik közutak fenntartását, kátyúzást adott esetben szilárdburkolatú utak aszfaltozását jelenti, zöld területkezelést, alaptevékenységeinkről beszélek továbbra is, illetve vannak olyanok, amik jellemzően beruházási jellegű feladatok, mind benne van, ami az elmúlt évben, illetve az idei évben kérésként az intézmény felé megfogalmazásra került. Az ülésen azt mondtam, fikció, egy szoros ütemezés mellett elvileg, illetve kedvező időjárási viszonyok, a technika hadrafoghatósága esetén tartható ütemterv, programterv, az, amit a bizottság elé és most a képviselőtestület elé raktunk. Meglátjuk, hogy ebből mit teljesül. Én szeretném ezt az évet már úgy lezárni, hogy amik itt most még tervként, tervezetként szerepelnek, azokról az év végén azt tudjam mondani, hogy elvégzésre kerültek, szolgálják a település érdekét. Csak hogy a kulisszatitkokba is egy picit beavassam a helyi lakosságot, régóta ígérjük, és nagyon sokak részéről igény a szórt utak, javított földutak, zúzottköves kátyúzása. Ha minden igaz, akkor a 6 hete műszaki problémával küzdő erőgépünk megjavult, nem voltam ott a szerelés végén, tehát csak bízni tudok benne. Ha ez így van, akkor tudjuk kezdeni akár már a holnapi naptól a kátyúzást, az úzott kőterítést, hengerelést, illetve még a július hó az én olvasatomban szólna a meleg aszfaltos kátyúzásról. Ennek nyilván függvénye, hogy a közelben lévő két aszfaltkeverő telep ki tud-e bennünket szolgálni, én remélem, hogy igen. És hát sorba veszik utána azokat a beruházási feladatokat, amik egyébként kellenek a falunak, szükségesek, és megpróbáljuk teljesíteni a elvárást. Az előző témával kapcsolatban, illetve a megelőző témával kapcsolatban nem kértem szót. Én tisztán jogi kérdésnek tartom, hogy mi a feladata az önkormányzatnak ebben a kérdésben, mi nem, iskolára visszatérve. Ha ezek a dolgok január, február, március, amikor a költségvetés készítés ugye napi renden van, tudattak az önkormányzat, akár az intézmény részéről, hogy mit vár el a nem önkormányzati fenntartó, az önkormányzati épület vonatkozása, milyen munkák elvégzés, akkor úgy gondolom, ezt lehetett volna időben tervezni,
És nem kellene most azt mondanom, sajnos ezt kellett mondanom a polgármester úrnak, hogy két szobafestő mázoló szakmunkásunk van, közülük az egyik olyan, aki ezt a szakmát azért nem tud űzni, mert egyébként a kátyúzást nem tudjuk végezni, tehát olyan gépkezelői státusza van, ami úgy gondolom most per pillanat fontosabb a lakosságnak, mint az, hogy tényleg elég régi keletű iskolafelújítási munkák elvégzésre kerüljenek. Máshogy álltam volna nyilván a dolghoz, és azt gondolom, hogy egy szakmunkással, festő szakmunkással vétek lett volna tőlem, felelőtlenség lett volna tőlem azt az ígéretet elvárni, nem is várt el szerintem senki, hogy akkor vállaljuk be ezt az egyébként hatalmas munkát, ami az iskola és az óvoda részéről felmerült igényként. Köszönöm szépen. Ha a programtervvel kapcsolatban kérdés van, tegyétek föl. Bizottsági ülésen volt egy-két észrevétel, azok beépítésre kerültek abba a táblázatba, ami most a képviselő urak előtt van. Én úgy gondolom, nem maradt ki semmi belőle. Ha nem jön plusz a táblázathoz, akkor látom tényleg reális esélyt annak, hogy a teljesítést meg is tudjuk valósítani. Köszönöm szépen. Bizottságon volt. Köszönöm a szót, polgármester úr. Andis, sok erőt és türelmet kívánok ahhoz, hogy ez a program megvalósuljon. Nyilván ember tervez, Isten végez, hiszen én voltam lent a gépnél, azt hittem, hogy tudod, nem tudták még eltekelteni, sajnos vannak még rossz hírek, de bízom benne, hogy tehát egyszerűen húzódik az idő, tehát jól látszik, ami a tanulság ebből, hogy technika nélkül nem fogtok tudni eredményesek lenni. De a lényeg az, hogy én hiszek benne, hogy akkor is megvalósítjátok mindenféle megoldással ezeket a programokat, és én nagyon jónak tartom ezt az ütemezett kivitelezést. Aztán ahhoz legyen túl sok reményed, hogy nem jön hozzá, úgy biztos jön még. De ahhoz is lesz előttök majd. Visszatérünk rá nyilván. Na, miután is kapott. De nagyon szépen köszönjük a munkátokat, és mondom, még egyszer erőt kívánok hozzá, elfogadásra javasoltok az ütemtervet, illetve az elképzeléseket. Köszönöm szépen én is. Úgy gondolom, hogy egy település életében a feladatok száma az mindig nagyon sok, és minden nap még nagyon sok járó pluszba hozza, amire nem számol az ember. Tehát egyértelmű, hozza egy esős idő, hozza egy szúnyoginváziós idő, hozza egy viharos idő, nagyon sok minden, ami nem számítható előre, de majd tartjuk azért a frontot közösen. Tehát, így van, tehát rengeteg pályázat, rengeteg mellékmunka a pályázatokhoz, azért adódik a dolog. De úgy gondolom én is, hogy az ember tervez, és aztán majd többi alakul. Köszönöm a javaslatot. Aki egyetért vele és elfogadja, kérem készültással szavazzunk. Tehát hét igennel elfogadtuk. És akkor Andris nagyon messzire nem menj, mert a Komacsú szerintem hozzátartozik a Komacsú erőgép hiba megállapítása. Az ominózus erőgép, amiről ugye beszélünk, 6 hete hibásodott meg, akkor rendeltem egy helyszíni hibafeltárást, hiba megállapítást. Sajnos az országban egy társaság van, amelyik erre a márkára szakosodva egyáltalán a javítást gyári alkatrészekkel el tudja végezni, így nyilván tőlük kellett megrendelni a hiba megállapítást, kijöttek. Elvégezték, megállapították, hogy a turboegység ment tönkre, és most utólag számlázták ki egyébként ezt a elég magas összeget, 5000 forintnál magasabb, így a kiegyenlítéshez testvétre döntés szükséges, illetve a hiba megállapítás után, ezt már tudjátok, testvétre döntés volt arról, hogy jó sok 100 000 forintért történjen is meg a javítás. Ennek ezek szerint, ahogy a képviselő úr mondta, ma nem sikerült a végére járni. Tájékoztatni fogok minden képviselő urat nyilván, amint érdemi és hiteles információim lesznek arról, hogy tovább, nyilván valahogy tovább kell lépni. Köszönjük szépen. Hát itt, amit Virág képviselő ugye megjósolt, hogy a kiszállási díj az rögtön ugye 131 000 forintos költség. Kell, sajnos nem tudunk vele mit csinálni, tehát most jelen pillanatban a úgymond bárkaszervizek ilyen urak, Nem lehet mit tenni. Pénzügyi bizottság előtt volt a kérdés. Elmogadtuk, hát muszáj egy gépet. Muszáj, mennie kell a gépnek. Én is úgy gondolom, hogy ezt szavazásra bocsáthatom, és akkor aki egyetért vele, szavazzunk róla. Tehát hét igennel elfogadta a testület. Köszönjük szépen, Andris.
gondolapossal, bocsánat, de hogy Békés Szent András kulturális fejlődésért alapítani foglalkoztatási támogatása. Támogatjuk az alapítványt, ugye itt egy pályázatból kifolyólag van nálunk egy munkahely fenntartva, amelyet ugye a pályázat 100%-os mi volt amiatt futtatott keresztül az önkormányzat a saját alapítványán, a kulturális fejlődésért alapítványon, és ugye emellé járulékosként fönn kell 2020. december 31-éig tartanunk egy álláshelyet. Ez az álláshely úgy realizálódik különben, hogy két részben, egyik részben a strandi kiszolgáló épületen hétköznapi időszakon, illetve a hétvégi időszakon is tartózkodik Házi Klári, mint alkalmazott, aki ellátja egyben a felügyeletét is a strandnak, illetőleg sérülések esetén, kisebb sérülések esetén az egészségügyi ellátást is. Valamint ugye az önkormányzat megbízta a műfűves pályának a felügyeletével is, tehát ez is hozzátartozik igazából ebben a feladatkörben, és mindezek mellett a Klári még a téli időszakban a hivatalban is lát el feladatokat, tehát egy nagyon összetett munkaköre van, és ugye itt van egy 2.776.300 forintos összegű támogatás, ugye, amit havi részletekben utalunk az alapítvány részére, és ennek a jóváhagyását kell a testületnek megtennie. Pénzügyi bizottság előtt volt a kérdés. Köszönöm a szót, polgármester úr. Gyakorlatilag erről már korábban döntöttünk, amikor meghosszabbítottuk a munkáját, hogy a pályázati feltételeknek megfeleljünk, úgyhogy ezzel szállítottuk, a költségvetésben is benne van, úgyhogy egyértelműen támogatta a bizottság. Rendben, köszönjük szépen. Aki egyetért vele és elfogadja, akkor szavazzunk róla. Tehát 7 igennel a testület egyhangulag elfogadta. És akkor most jön a gondolaposi útépítéssel kapcsolatos intézkedések. Itt majd megkérni Fekete Noémi kolléganőt, aki előkészítette ezt a döntéssort, hogy egészítse ki a testület felé néhány szóban. Köszönöm, tisztelt képviselő testület. A közbizottsági ülésen volt előterjesztés. A közbeszerzési feladatok teljes körű ellátására érkeztek be ajánlatok. 3 ajánlat érkezett be, Justícia Tanácsadó Kft., Hajdú Ügyvédiroda, Bújdosra és Bakó közbeszerzési és Tanácsadó Kft. A legkedvezőbb ajánlatot a Justícia Tanácsadó Kft. Adta. Ez volt az egyik határozati javaslatom, hogy ezt fogadja el a tisztelt képviselőtestület, 770.000 forint plusz áfa. Majd a bizottsági ülésen elnök úr javaslatára a gondalaposhoz kapcsolódóan még egy határozati javaslat került megfogalmazásra, hogy a műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátására 3 vállalkozót, illetve cégtől kérjünk be árajánlatot. Ez a Körös Rót Kft., Krátki Terv Kft. És Gombár Sándor. Második határozati javaslat volt. A harmadik határozati javaslat pedig, hogy egy korábbi testületi határozatot egészítsünk ki a kivitelezési munkálatokra vonatkozóan. 3 cégtől kértünk be ajánlatot, már korábban erről volt egy határozat, és hogy ezt 2 újabb cégtől egészítsük ki. A Katona Transport Kft.-tel és a Green Environment Kft.-vel. Jó, köszönöm szépen. Pénzügyi bizottság előtt volt a kérdés, illetőleg a bizottság egészítette ki, tehát a testületi anyagban nincs benne jelen pillanatban, ugye vagy legalábbis az előttem levő elektronikus testületi anyagban nincs benne ez a határozati javaslat sor. Úgyhogy kérném a bizottsági véleményt. Gyakorlatilag a Justitia Tanácsadó Kft. Adta a legjobb árajánlatot a közbeszerzésen, 770.000 forint plusz áfa áron, ez az első határozati javaslatban, ezt támogatta a bizottságon. Illetve az előző májusi, illetve áprilisi bizottság és testületülésekben döntést hoztunk arról, hogy úgy, mint a többi projektnél nem 3, hanem 5 cégtől kérünk árajánlat kérést a
kivitelezésre, tehát gyakorlatilag még nagyobb versenyhelyzetet alakítottunk ki ezzel, hogy nem csak három cégtől kértünk árajtot, hanem öttől. A második határozott javaslatban az van, hogy a műszaki ellenőri feladatokra három céget javaslunk, hogy attól kérünk árajátot, a harmadikban pedig, ahogy Noém is elmondta, még plusz két cégtől kérünk árajátot a kivitelezésre. Ezt korábban támogatta a bizottság is, a testület is, és ezért hoztuk ezt a döntést a bizottság ülésen, akkor terjesszük ki több cégre az árajánlat bekérést. Jó, nekem a több árajánlat ellen különben tényleg nincsen kifogásom alapvetően gondot. Legyen egy kis verseny. Gondot mindig az jelenti, hogy itt azt hiszem, hogy teljesítéskényszerben mozgunk ezzel a gondolaposi pályázattal. Nem tudom, hogy mikor van az első számla kibocsátásnak a ideje. Nekem mintha valami szeptember rémlene. És ha most fogjuk a közbeszerzést csak ezek után valamikor elkezdeni, be fogunk szorulni ezzel a pályázattal iszonyatos módon. Én azért kérném a bizottságot, testületet, hogy gondolja végig ezt a döntést, mert ha most megcsúszunk, ezeket mire visszakéregetjük, nem fogjuk tudni teljesíteni a számlázásnak az időpontját. Gyakorlatilag a műszaki ellenőri feladatokról még nem kaptunk árajánlatot senkitől, tehát az ezzel a körrel megy, és amint megvan a műszaki ellenőri cég, hogy kivállalja el, hogy ki lesz a legjobb árajánlattevő, akkor utána tudjuk bekérni az ő cégtől az árajánlatokat, mert még azt sem kértük be. Tehát gyakorlatilag nem vagyunk egy lépéssel sem hátrább, csak valóban, ahogy mondod, meg kellene sürgetni, mert körülbelül 3 hónapja húzni ezt a történetet. Föl kéne gyorsítani ezt a történetet. És ahogy mondta, 10%-ot 2019. októberig fel kell használni, mondjuk megvan erre a technikai megoldás 10%-ra, ami meg tudja ezt gyorsítani, de nekünk az a cél, hogy egy olyan árajánlatot kapjunk, ami mindenki számára megfelel, és a lehető legtöbbet hozzunk ki ebből az útépítésből. Rendben. Jó, akkor sorba menném a határozott javaslatokat. Ezeket támogatta így a bizottság. Tehát Justícia adta a legkedvezőbb árajánlatot. Egyszer. Első határozott, aki egyetért vele, hogy ő folytassa a közösszerzést, szavazzunk róla. A másodiknál műszaki ellenőrre kérünk ajánlatot a három megnevezett cégtől. Igen. Itt nem kellett semmi ez a három? Igen. Jó. Igen, aki egyetért vele, akkor kérem készfeljutással szavazzon. Tehát 7 igennel a testület egyhangulag elfogadta. Bocsánat, csak nézem menet közben a kiírást. És a kivitelezési munkálatokra pedig ugye plusz 2-t kérne be, tehát hogy 5 legyen a testület. Okay. Igen, azért mondom, hogy 3 plusz 2-re. Aki egyetért fel, akkor kérem készfeljutással szavazzunk róla. Jó? Tehát 7 igennel a testület egyhangulag elfogadta. Köszönöm a kommentet, mert mondom, ez nekem elektronikusan nincsen előttem. Igen, lakossági kérelem érkezett hozzánk, mégpedig a Batthyány utca, illetőleg a Szentesi utcától a Bocskai utcáig tartó szakasza ennek az útnak, amelyik igaz, leszakadt egy jó része, tehát javításra vár. Itt két megoldási mód is lehetség. Az egyik, hogy ugye önállóan is, mint saját utunkat be tudjuk vállalni javításra, a másik pedig, hogy most már, hogy egyszerűen nem akartam érteni dolgot, hogy lelettek szedve a településen a tergépkocsival behajtani tilos táblák, idő előtt, és innentől kezdve tökön passzuljon keresztül mennek a hatalmas megrakott járművek. Én rákérdeztem intézeti úrnál, és azt mondta, hogy nem törvényesen voltak föltéve, mivel gyűjtő utakra nem lehet föltenni. Intézmény szedte be a... Szólt ezért valaki? Én Andrásnak. Nem tudok róla, én biztos, hogy nem szóltam. Na mindegy, innentől kezdve óriási szerelvények mennek tökön passzoljon keresztül a falun, és rongálják szerteszéllyel a kicsi útjainkat. Most már teljesen joggal, tehát nincs neki még behajtani tilos sem. Úgyhogy nehezményeztem, de onnantól kezdve, ha törvénytelenül van fönn a tábla, én nem tudok neki mit csinálni, tehát nem mondhatom azt, hogy
hogy tegyék vissza. Testület feladata különben az, hogy eldöntse és meghatározza azt, hogy mely útjaira engedi be a teherforgalmat, vagy nem engedi be. Tehát én kérném azt most az illetékes bizottságot, elsősorban a Települési Üzemeltetési Bizottságtól, hogy az elkövetkező bizottsági ülés alkalmával próbáljunk meg egy tervet készíteni arra, hogy mely utcáink azok, amelyek lezárhatóak, és testületi határozattal külön-külön meg lehet oldani újra. Így szólt a fáma. Bár én törvénytelenül is fönhagytam volna ezeket a táblákat, mert legalább visszatartó ereje van, de lényegtelen, ha már nem van, most gondolkodjunk azon, hogy törvényesen hogyan tudjuk ezt megoldani. Nagyon fontosnak tartom, mert most ebben az augusztusi jövő időszakban szó szerint széttiporják ezeket a kicsike utakat. Tehát ebből kifolyólag jön a Batthyányinak is a kérése, ahol megnőtt a teherforgalom, hiszen nem csak a húsüzemből jönnek ott ki a kamionok, hanem most már egyre sűrűbben használják a euroaszfalthoz kijáró nagy kamionok is, és azért ez a kis viszonylag gyenge út nem erre a terelésre, tehát másunk se erre a terelésre, hát nézzük meg a 44-est, azt is széttapossák. És erre fel érkezett be a kérés, a javításra, a lakossági kérés. Pénzügyön volt, igaz? A lakossági kérés. Köszönöm, polgármester, az elejével kezdeném, amivel te befejezted, hogy magunkat csináljuk a hülyeséget. Beszéljük a táblákat úgy, hogy erről nem is döntöttünk, most teljesen mindegy, hogy jogszerűen volt, hogy kint vagy nem, legalább addig kint kellett volna hagyni még a 44-es megízül, hogyha esetleg valamelyik hatóság jelzi felénk, hogy az nem jogszerűen van kint, akkor még elbekeljük egy nekem legalább feltűnt, és majd utána beleszünk, hogy döntünk egy testületi ülésen, hogy azt az utat, hogy csak olyan 3,5 tonn alatti járművek használhatják, nem? Maximálisan igazat van, mondom, én is föltettem a kérdést. Azonnal én is föltettem a kérdést intézeti úrnak, amire végül is mondom, tehát a válasz egyértelmű, ha nem törvényes, nem törvényes, meg ha lejött, nem tehetjük vissza. Nem adtam ilyen jellegű utasítást ki, meg a testület sem adott ki. Most már viszont az a feladatunk, hogy oldjuk meg ezt a problémát, tehát hozzuk meg azokat a döntéseket, amelyekkel visszakerülnek ezek a táblák minél hamarabb. Minél gyorsabban. Ezért kértem a bizottságot, hogy határozza meg. Itt a lehetőség már is szavazhatunk róla. Lehet, hozhatunk második határozati javaslatot itt is, bár nem tudom, hogy ennek nem tudom, hogy ennek hogy van a pontos procedúrája. Akkor azt mondom, hogy ezen az egy két napon belül már nem múlik. Nem, úgyis tervezünk, mivel az energetikai miatt tartanunk kell egy testületit, majd legfeljebb egybekötjük bizottságival is. Oda bekérjük egy véleményt Andriséktől, az intézménytől, helyszínekre is, hogy hova volna a legérdemesebb. Másik részről pedig a hivatal megnézi, hogy milyen procedúrával működik ez a történet, mert ha jól tudom és jól emlékszem, nem úgy működik, hogy egyszeri határozattal de szándéknyakzolót tehetünk most. Hozza meg, tehetünk, csak ugye az a vissza nem kerül a tábla. Nem, de lépnénk egyet előre, tehát jó. A hivatal tudna benne lépni. Rendben. Mindenképpen a hivatal lép benne. A lakossági kérelmmel okay. kapcsolatban kérném a lakossági kérelmmel kapcsolatban teljes mértékben támogatta a bizottság. Az a kiegészítéssel, hogy ami már korábban is beszéltünk, hogy folyamatosan adjuk Andriséknek a munkát, amit a kapacitásokhoz képest próbálnak elvégezni. De azért vannak olyan nagyobb munkálatok, amikhez muszáj külső vállalkozót beírnunk. Gyakorlatilag arra jutottuk, arra döntésre jutottuk a bizottságülésen, hogy ha már ez az út végig ilyen keskeny, akkor ne csak a melyik utca között a Bocskai-Szentesi. A Bocskai és a Szentesi között szélesítsük meg a patkát és építsük ki, hanem teljesen a Szentesitől egészen a Szent László utcáig ezt az egész szakaszt, mind a két oldalát patkázzuk ki, szedjünk a patkán egy tükröt, rendesen fokozottan fagyáló kavicsa, úgy, mint a Hóda utcában is, vagy a többi utcában is megcsináltuk, töltsük föl és engedezzük le. Az talán megtámasztja oldalról az aszfaltutat is, és akkor talán az aszfaltutnak is az élettartamát egy 5-10 évvel meg tudjuk hosszabbítani. Ezért arra, hogy jutottunk bizottságülésen, hogy két vagy három cégtől kérünk be árajátokat erre a munkálatokra, tehát patkanyesés, földelszállítás, kavicsbetöltés és útengedezés. Ezeket az árajátokat megpróbáljuk minél hamarabb bekérni, hogy még a nyár folyamán ezek a munkálatok megvalósuljanak. Azért is, mert elég csapadékos a nyár, azért bízom, hogy most már nem lesz ennyi eső, és az őszi csapadékos időjárás beállta elő, hogy ez a munka valósuljon meg. Talán így ott lakóknak is egy minőségi
körülményt tudunk a úthasználatok kapcsolatban biztosítani. Tehát betérünk az árajátokat, következő bizottságban is megjelenik, és behozzuk a testet fel, hogy melyik a legjobb árajátok, és akkor ha a költségvetésből ki tudjuk gazdálkodni, akkor megvalósítjuk. Igen, van egy kis paradoxon, viszont a határozott javaslatban én majd a javítását kérném, mert nagyon szép dolog, hogy a 2020. évi költségvetést én fogom meghatározni, hogy én leszek a polgármester. Tehát a 2020. évi... Ez azért van benne, mert a költségvetés részére. Ezt mi lefújtuk, mert ezt idén kell megvalósítani. Én értem, csak mondom, kicsi paradox, hogy a végrehajtási határidő 19. augusztus 30, és a 20-as év költségvetésére, mert akkor foghatunk még költségvetést készíteni. Igen, de a kolléginákkal való mentséget legyen, hogy ma délután volt a pénzügybizottság is, és 4-4-kor lett vége, és 4 órától volt a... vagy 4 órától tartjuk a testvérét, úgyhogy 3-4 óráig volt arra, hogy átfogalmazzák is, kinyomtassák is, behozzák ide elénk, úgyhogy ilyen apró hibákat elengedjük. Csak szeretném javítani 19-re a 2020-as számot, és úgy kérném eredetiként elfogadni a határozott javaslatot. Rendben, képviselő úr. Köszönöm szépen, aki elfogadja, akkor szavazzunk rá, tehát 7 igen, mert a testvér egyrangulag elfogadta. Füzes kerti üdülősor aszfaltozásáról, tehát aszfaltozunk, tehát vagyunk folyamatosan. Ugye itt volt az, amikor megkeresett bennünket az egyik üdülő tulajdonos, mondván, hogy ő vállalja a munkagépek költségét, amennyiben és az adott áron, ugye ott úgy szólt a történet, hogy maximum 5 millió forint keretösszegből, ha jól emlékszem, 19.500 forintért vásárolt aszfaltból, 5 centis rétegű aszfaltetés történik. Bekértünk árakat 100 helyről, nem lehet ez a dolog, tehát az az adott ár az nem nekünk volt kitalálva, csak nem találom jelen pillanatban a... 18.300 volt. Igen, bocsánat, hogy keresem, csak ugye délután zajlott ez is. Tehát nem sikerült abban az árban, talán magyarul így a határozat végrehajthatatlan, a testületi határozat. Itt vagy módosítja a képviselőtestület valamely irányban nagyon komoly költségvonzatokkal különben ezt a dolgot, vagy pedig más megoldást igyekszünk találni. Én azt javasolnám különben, hogy napoljuk el a kérdést, és vegyük fel az illető üdülő tulajdonossal a kapcsolatot újra bizottsági szinten, és nézzük meg újra a dolgot, mert ez így ebben a formában egy nagyon komoly, túlságosan is komoly beruházás volna, milliókkal szállna el az a költségvetés. Elfogadható ez így, hogy ezt elnapoljuk? Szólni akarsz? Igen. Parancsolj. Köszönöm. Hát április 29-én döntöttünk erről, gyakorlatilag két hónapja. Két hónap alatt ennyit vennek fel az árat. 3000 forintot tudnánk kint az aszfaltnál. Hogyha ezt húzzuk, akkor még tovább fog emelkedni az aszfaltnak az ára. De azt gondolom, hogy nézzük meg. Támogatom ezt, hogy hozzuk vissza egy bizottságra is, természetesen. De nézzük meg, mert egyik anyagban sem szerepel, hogy hány tonnával számolnak. Csak az szerepel, hogy 5 millió forint keretösszeget támogat az önkormányzat. Illetve az lenne a másik, ezt javaslom, hogy nézzük meg, hogy hány tonna, és akkor kiszámoljuk, hogy mennyi a különböző 3000 forintával. Nem hiszem, hogy milliós nagyságban. Tudnék rám mondani, mert megtörténtek a kalkulációk. A 100 tonnával számolja, akkor 300 forint. Nem, olyan 2-3 milliós eltérések vannak, úgyhogy nem 5 centire, hanem 4 centire vették azokkal az árajánlatokkal, amik bejöttek. Az nagyon komoly eltérések vannak. Csak ezzel is haladjunk, én azt gondolom. És a másik még az, hogy a tulajdonosok ki lettek értesítve a beruházással kapcsolatban, és lett levél kiküldve, hogy mennyivel kell nekik beszállni. Most gondolom, akkor fölkészülő listán vannak, mert csekk nem lett kiküldve vele, tehát tudnak róla. Én nem azt mondtam, hogy ne csináljuk meg véletlenül, hanem most napoljuk el. Az a kérdés, hogy ki vegyük újra, meg, hogy 50 ezer forint, vagy 60, vagy 70, azt mondom, hogy vegyük, akkor ott is tudunk még módosítani. Vegyük újra górcső alá, számoljuk át, de ez műhely munka, tehát ez nem itt a testületről. Tehát aki egyetért, hogy vegyük a napirendről, kérem, szavazzunk róla, akkor jó. És akkor a következő tűf, illetve pénzügyi bizottságra utalom. Közösbe. Tehát már pénz kérdés. Pénz szava van. Pénzt támogattuk. Rendben.
Önálló orvos tevékenység nyújtására jogosító engedély. Itt ugye arról volna szó, hogy a fogászdoktornéninknek a praxis jogot ugye megadjuk, akkor az állami támogatásra jogosultá válik. Ennyi az egész. Pénzügyi bizottság, illetve a szociális bizottság tárgyalt. Egy hangot támogatásra jogosult. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez nem kérdés, hogy a képviselő. Köszönöm szépen, tehát hét igennel a testület egy hangulag elfogadta. Örülünk neki, hogy itt van a fogorvos nénink, meg jól érzi magát Békés Szent Andráson. A következőnél a Békés Szent András nagyközsége ügykörön a bölcsödének intézményi pályázatának elbírálását zárkülési rendelem nem tarthat ebben az esetben még hozzájárulással sem a testület nyílt ülést, úgyhogy elnézést kérek intézményi azt, hogy ez a legvége lesz a dolognak. Utána néztünk, nem lehet, ebben az ügyben nem lehet kinevezés ügyben még a hozzájárulásával sem nyílt ülést tartani. Művelődés és sport és környezetvédelmi bizottság javaslatának megtárgyalása. Az majd a legvégén. Bocsánat, igazad van. Leonárd a napirendről zárkülést tettem, aki elfogadja, kérem készfelnyitással szavazzunk róla, tehát átnapoltuk zárkülésre. Művelődés és sport és környezetvédelmi bizottság javaslatának megtárgyalása. Illetőleg én előtte egyetlen egy dolgot szeretnék, mert láttam, hogy érinti a műbizottság. Ugye lehatároltunk az 5 millió forintos civileknek szánt keretből 1 millió forintot egy céltámogatás formájában, mégpedig ugye céltámogatásként úgy fogalmaztuk meg, hogy azon civil szervezetek számára, akik aktívan vesznek részt a vitaminnapi eseményeinken, műsorainkon, programjainkon, lehetséges elérni ezt a pénzösszeget. Volt-e ezzel kapcsolatosan, kérdezem most ma, a pénzügyi bizottságnak valamilyen elhatárolása, mert ugye abban maradtunk, hogy megpróbálunk egy szabályt alkotni, mi alapján lesz elérhető ez a keretösszeg, és mivel a civilek már kérdezték, többen is nem akartam én egyedül állást foglalni, mondván, hogy határozzuk meg testületileg, hogy hogyan és milyen módon fog ez történni. Itt kérném, hogyha a bizottságon, bármelyik bizottságon volt vélemény róla, akkor parancsoljon. Köszönöm szépen. Mi arra döntöttünk, még a költségvetés tervezése alatt, hogy 1 millió forinttal megnöveljük a civileknek a támogatását. Azt, hogy milyen formában és melyik civil szervezet milyen megjelenés után mennyi plusz támogatást fog ebből az 1 millió forintból megkapni, ez úgy gondolom nem a mi dolgunk, hanem a Művészbizottságnak a dolga, amit szerintem Robiék a közeljövőben megtárgyalnak és eldöntnek, hogy milyen formában legyen. Mert akkor én annyiban tennék javaslatot viszont, hogy egyszerűsítsük a dolgát mindenkinek, hogy arról határozzunk, hogy a civil szervezetek, akik akarnak, írásban pályázzanak keretösszegre, nevezzék meg a céljaikat, és majd a bizottság utána eldönti, hogy mi, merre, hány lépés. Jó? Tehát akkor ezt így tudnánk közhírelni, hogy azon civil szervezetek, akik aktívan részt vesznek a vitaminnapi rendezvényen. És részt vettek az előtt viszonyban is. Valószínűleg ez ugyanaz a kategória. Nyújtsanak be kérvényt, vagy pályázatot. Kérvényt inkább egyszerűbben megnevezve, hogy milyen keretösszegeket szeretnének. Aztán ez nem azt jelenti, hogy azt is kapják, hanem ugye majd a végén a nagy kalapból elosztva. Hasonlóképpen, mint a civil támogatásokat, ezt is meg tudnánk oldani. Megfelelő ez így, mert akkor megpróbáljuk újságban mindenhol ezt így közhírelni. Mondjuk, meddig legyen a határidő? Képviselő úr, tietek lesz a bizottsággyűlés. Jövő héten kell bizottsággyűlés tartani. Művbizottságra, arra mondjuk, mennyi határidőt? Mondjuk egy júli 15-öt szabhatunk neki? Legyen. Tehát akkor július 15-ig, Erika, Benedek Erika kedves, írjátok már föl újságban is, ez jelenjen már meg. Meg segítsetek a... Legyen újság, legyen júli 20. Júli 20? Legyen júli 20. Nem, ma meg is jelenik, hát időt hagyni kell. Tehát jó, tehát július 20, mi a honlapra már holnap föltetetjük. Tehát elnézést, hát a civil szervezetemre megvalósítáját küldünk ki nekik egy levelet. Hogy van ez, szólítsuk föl őket július 10-e pont. Ez is megfelelő lehet. Jelentkezzenek. Ez is megfelelő. A lényeg az, hogy a művelődési bizottsághoz pályázat formájában nevezzék meg, hogy milyen keretösszegre számítanak. Mit szeretnének alapvetően. És erről utána a bizottsági döntés majd megszületik, és onnantól
megy a történet. Parancsoljuk. Lehet annyi módosító javaslat, hogy civil szervezeteken túl az ipartestület és a vadásztársaság is kapni ilyen lehetőséget? Ők is lehetnek, nevezhetjük őket most, így van, tehát nevezhetjük őket most, mert ha megjelennek nálunk, civil szervezetként jelennek meg szinte. Tehát nyugodt szívvel úgy gondolom, hogy nem kell ezt itt most abszolút kőbevésve érteni a civil szervezetet, hanem azon békészetlenes szervezetek, akik úgy gondolják, hogy aktívan részt vennének, és ennek természetes. Még arról kell döntenünk majd, hogy készpénzben juttatjuk-e ki a támogatásokat, vagy adott értékben az önkormányzat a számlát a vitaminnakhoz teszi, és úgy törleszti ki. De ez is részletkérdés lesz majd a bizottságot, hogy hogy működik. Rendben, elfogadható így? Mert akkor erről szavazzunk már, jó? Köszönöm szépen, és akkor a holnapi napon az értesítéseket elkezdjük majd kipostázni a civilek irányába. Meg itt megkérném majd a műfelelőt is, hogy akivel találkoznak, legyenek szívesek értesíteni. Meg itt ugye a gondozási központ is abszolút civil szervezetnek minősül, tehát ahogy ti kiszoktatok ugyanúgy települni, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy nyújthattok be pályázatot ti is erre a keretösszegre, mert miért is ne, hiszen évek óta rendszeres résztvevői vagytok a vitamin napnak, és én úgy gondolom, hogy nyugodt szívvel lehet pályázni. Köszönöm szépen. De voltak más témák is ezzel kapcsolatban. Mármint a művelődésbizottság javaslatai. Igen, 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 azért mentem elébe egy picit a dolognak. Keressük, mert volt itt sörpadgarnitúrától. Így van, tehát 40 darab sörpad megvásárlásához kéri a hozzájárulást, és a strandon található színpad nézőterének bútorzattal történő ellátásához. Itt 40 darab sörpadra kérjünk árajánlatokat egyenlőre. Tehát annyi pont az ötlet onnan, az ötlet onnan jött, hogy rövidesen elkészül a fedett nézőtér, vagy csarnok, nevezzük bárminek a lenne standard, legyen aréna. Nem csak egy program tervezünk oda, hanem folyamatosan szeretnénk, hogyha ott rendezvények lennének, ahhoz szükséges a padok megnéte, és folyamatos bérléssel az egy egyrészt kezelhetetlen, másrészt elég komoly kiadás. Az, hogyha az önkormányzat beszerez, több helyen többször föl tudja használni. Ez most itt egy kedvező alkalom, ezért volt itt a 40 sem kőbevésett. Abszolút jogos a kérés, mert ugye ott az az arénánk, és be kell rendeznünk, tehát jogos a kérés. Csak én annyit kértem, hogy annyiban módosítsunk már, hogy kérjen be 3 árajánlatot az önkormányzat, és akkor utána dönt a 40 garnitúra megvásárlásáról. Tehát parancsoljon, Tom. Oké. Így is jött be. Polgárfő, így jött be. Jó, akkor én. Tehát a bizottságülésen ezt hangzott el, hogy kérünk 3 árajánlatot, meg voltak a cégek, hogy praktikálni, nem tudom, innen onnan. És akkor bejön az árajánlat, addig az jövő hétre bejön, és utána eldöntjük, hogy ki a legolcsóbb, és ugyanez van a újratelepítés emlékparknál is, Igen, ott meg hogy kérünk árajánlatot is a felújításra, kérdezésre, hogy nagyságrendben tudjuk, hogy mennyibe kerül, és utána tudunk majd dönteni róla. Jó, ez így abszolút megfelelő, tehát azért mondom, hogy ez abszolút jó döntés előkészítési. Tehát a második határozati javaslat az tartozik hozzá, hogy az újratelepítési emlékbizottság javaslatára a művelődési és sportbizottság terjesztette elő ezt, hogy a szeptember 3. hétvégén tartandó újratelepítési ünnepségünkre magát a teretet kicsikét rendezzük, tehát azokat a viszonyokat korszerű formába önteni. Rendben, parancsoljuk. Köszönöm. A művelődési bizottságban még felmerült a kerékpárút melletti újrafásítás, és elnök úrnak volt egy javaslat, hogy 300 darab, tehát a újratelepítésnek a 300. évfordulójára. Kb. 400 lett kiváltva, tehát 300 az biztos. Különben, ha a védőtávolságot megtartjuk, hogy ezek a fák egészségesen fölnőhessenek, a 300 szerintem. 300 darab, ahhoz, hogy őszerint telepíteni lehessen, már most kéne legalább árajánlatot bekérni a facsemetékre, hogy fel tudjon készülni a kertész, és ő kőr is javasolt a bizottságra. Megtörni. Tölgy vagy kőr is, ezt most majd el kell dönteni. Hát, magas növésű fákkal én két dolog miatt vigyázni. De egyik oldalról arról mennek a kablék, tehát a vezetékek.
Másik részről a mezőgazdászoknak óriási árnyékolást fognak ezek a hatalmas fák csinálni, tehát nem fognak örülni neki, hogy most nem is tudom. A kamarosít. Mondjuk nappal, vagy délelőtt csak. Mindegy, lényegtelen, hogy amiről mi beszélgettünk, mert fölmerült már itt a kérdés, hogy a gömbjuhar vagy... Ez csak egy ötlet volt, a darabszáma lényeg. Majd végülis Kőrisben is van gömbjuhar, tehát lehetséges az is. Jó, tehát valami olyan fát kell, ami bírja ezt a magyar földet és szép sziklás Szent Andrási talajt, illetőleg az, hogy hosszú életű legyen. Lehetőleg, másik részről meg, hogy vigyázni kéne rá, hogy meg is maradjon. Hát igazából a terv az, hogy megszámoznánk 1-től 300-ig, és lehetne jelentkezni, hogy enyém a 25-ös fa, enyém a 217-es, stb. Amit egyrészt az ültetésnél is, meg utána a gondozásnál is figyelemmel kísérjük. Idő miatt? Árajánlatot tudunk kérni, mondjuk az intézmény rengeteg fát rendel, tehát viszonylag könnyen tudunk árajánlatokat szerezni és napra kész árakkal dolgozni. Jó ötlet különben, egyik a másik mindenképpen meg kell csinálnunk. Tehát most akárhogy áll a kerékpár út, azt védő távolságon minden össze-vissza kell ültetni ezt a fasort, a kerékpárot attól bármikor csinálhatják, tehát amikor oda jut a közbeszerzési hogy... Van, ki van mérve most már, tehát hogyha valaki arra járt kerékpárral, vagy éppen ki van mérve, hogy ügyen van. De elég magas karók, tehát még most kilátszanak a gyökből. Jó, szavazhatunk egybe a határozati javaslatokról? Ki elfogadja, akkor kérem készítéssel szavazni. Köszönöm szépen. Hű, jó, Kishegyes, busz. Itt ugye július 28-án a Anna napi búcsú lesz Kishegyesen. Ugye testvértelepülési kapcsolatunk 50. évfordulója az idei, aminek ugye tükrében egy egész rendezvény év folyik a két település között, illetőleg a kitelepülés 250. évfordulója. Ennek egy része az, hogy az önkormányzatunk egy nagy puszt szeretne indítani Békés-Szentendrási lakosokkal, akik egy 28-án egy egész napos rendezvény sorozaton a reggeli misétől az esti búcsúig bezárólag megnézhetnék a testvértelepülést. Nagyon fontos volna, hogy végre a régi kapcsolatok is fölelevenjenek, civil szervezetek ismerkedjenek egymással, ne csak az önkormányzatok tartsák folyamatosan a kapcsolatot, bár éppen erre a testvértelepülési kapcsolatunk jellemző, hiszen nagyon-nagyon-nagyon sok személyes kötődés van az emberek között. Itt én rögtön fölhívásként is tenném meg településünk lakosai irányába, hogy aki kedvet érez hozzá, ismerőse van volt kint, szeretne kijönni velünk, egy 50 fős nagy busz indulása lesz. Bagi Erika anyakönyvvezetőnk, illetve Benedek Erika műfázigazgató asszonynál lehet részletekről érdeklődni, jelentkezni. Tehát szívesen látunk bárkit ezen a rendezvényen. Annak is annak örülnénk a legjobban, hogyha régi kapcsolatok újra föl tudnának elevenedni, olyan emberek találnak meg egymást, akik régen nem találkoztak, vagy találkozhattak egymással. És ehhez ugye a busz bérléshez szükséges összeg megszavazásáról szól a testületi határozat, amit támogattak 117 ezer forint értékben, tehát aki elfogadja, kérem kétfelmítással szavazzunk róla. Tehát 7 igen, mert a testület egyhangulag elfogadta. És akkor jön még a jubileumi desszert. Igen, a sört a végére hagytuk a szomjasoknak. Ami lényeges és nagyon fontos, hogy pontosan ennek a jubileumi emlék évnek egy részét képezni az, hogy egy zárt darabszámú Békés-Szentendrási sörnek az elkészítése kerülne, ami is zárt szám, ennyi, amit ebben a határozatban szól, ez a 400-400 darabnak a kiadására kerülne sor. Ez csak erre a 50-250-es évfordulóra lesz kiadva, limitált. Összesen 300. Tessék? Tehát az 50 éves testvértelepülési kapcsolat és a 300 éves újratelepítés. Újratelep, bocsánat. Jó. A lényeg az, hogy 400 a sör. 200-400 a sör. Sok itt a szám, így van, tehát számháború már lassan három órája. Kiszállt a szám. Igen, erősen. Az is szám. Bár én inkább fröccses vagyok, nem sörös. Én javasoltam a képviselőnek, hogy tegyük oda, hogy kb.
Hát korty. És ez ugye már igen, de itt most a fantázia neveket is kérték. A fantázia neveket is kérték, és az 50-et azt korgyba, a 300-ot csebben határoztuk meg. Hát. Tehát ha az 50 kortyosból többet iszunk, akkor indul a 300. Csepp. Jó, rendben. Végül is találó egyszeri eseti pénzügyi bizottság előtt volt ennek a kérdés. Támogattuk a 2x400-at. Így van, tehát 2x400 darabot. Aki elfogadja és egyetért a kéret, készültetésre szavazzunk róla. Köszönöm szépen. Bejelenteni való. Nekem volna annyi bejelenteni való, hogy a júliusi hónap folyamán igyekszem a normál szabadságomat kivenni, amikor tehetem. Vannak olyan napok már előre ütemezetten, sajnos látom, hogy meg kell szakítanom, illetve a testrepüléseket mindenképpen szeretnék azért én is jelen lenni, kijönni. Úgyhogy, de igyekszem a szabadságomat is kivenni, ezt közölni a testülettel. Hú, jó kis maratoni futóversenyünk volt ez most. Kérdés van a képviselők részéről. Akkor elmondanám, hogy egy napi rendel zárpülést tartunk, utána a bölcsővezető pályázat bírálása címszóval. Aki elfogadja a napi rendet, akkor készülítésre jelezze. Köszönöm szépen. A zárpülésnél is virágképviselőt megkérném, hogy akkor full extrás legyen a jegyzőkönyv hitelesítéssel, elfogadjuk, erről szavazzunk. Jó? Köszönöm szépen. Ezzel én a nyílt ülést bezárom. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljött. És jó pihenést kívánok a nyáron, tud pihengetni. Köszönöm.